Hát köszönjük a kedves hallgatókat. Ez itt a vérfrissítő podcast. Ezúttal egy sokkal jobb minőségű környezetben, a budai próbateremben vagyunk. Akiknek köszönjük, hogy lehetővé tették, hogy hogy ezen a fórumon szolgáltathassuk a, a gondolatainkat és a véleményünket a kedves hallgatóság számára. A, a mai első témánk az a mitológia a filmvásznon. ennek apropója, hogy jelenleg is játszák a mozik az Egyiptom istenei című kétes uh -huh. megítélésű blockbuster filmet, amit az a helyzet, hogy egyedül Antinak volt szerencséje látni. Inkább szerencsétlensége, azért ezt tegyük hozzá, mert faszom. Most akkor először is szerintem nyissál te, hogy, hogy érzed, hogy milyennek tapasztalod a filmet. Nos, vagy... hát a full professzionális vélemény igazából, hogy ezt ne, 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 senki ne nézze meg, ne adjon rá ki pénzt, ne adjon rá ki yeah, feltöltés, semmit, ne, annyira szörnyű volt ez a film, az olyan, ami hihetetlen. Ah, ahhoz tudom, mint ezt már korábban egyébként mondtam, ahhoz tudnám hasonlítani, mint mint amikor, amikor elkezdtem nézni a fantasy, az új Fantasztikus négyest, ami a Sony gondozásába készült, de alul alulmúlta azt is. Gyakorlatilag a képi világ, az mondhatnánk, hogy szép, és hogy jól van megcsinálva, és tényleg csak a látványra megy ez a film. Hát nem. Nem. ahhoz képest, hogy mennyi pénzt belefetszöltek, mert, mert valami a végeredményhez képest olyan horribilis összeg van a, a listán, hogy az valami hihetetlen. Ehhez képest túl vannak effektezve a dolgok, már mint itt értem, az, hogy minden aranynak néz ki, minden csillog. Szóval, ha J.J. Abrams rendezte volna, akkor gyakorlatilag még, még fénypászmákat is látnánk mindenhol. De, de, de nem tűnne föl ez a gond benne. A, ez szóval látványra egy, ja, és vala, vala, van olyan része, ahol pedig rettentően sántít a CGI, de van egy botrányosan. Ilyen, nem, azt nem, nem is várná el izé, a néző szerintem, hogy minden fú realisztikusan nézzen ki, hanem olyan, hát, hogy a, a transformereknél, amikor azt néztük, akkor egy fú, micsoda CGI, meg minden, de tudtuk, hogy az bizony CGI, ott nincsen semmi, izé, semmi realisztikusság benne, nem is arra törekedtek, hogy élethű legyen. Na, itt ennél még azt se érték el, ahhoz képest. De akkor nem lett valami erős ezek szerint. Na, nagyon gyenge látványilag. És amiatt kezdtem most a látványjal, mert tehát a story storyt azt így, nagyjából így ismerjük. Ez egyiptomi is, isteneknél ugye bár van rá, aki a főisten, a napisten, és átadná a trónját. És a rá, rá, hát azt ki is játsz a Jeffrey Rush, aki a Karik Temger a kalózaiból ismerhetünk, Barbarossa kapitány. Barbossa. Bárbossza. Bárbossza. Igen. Bocs. Hát a vörösszaká. Uh -huh. Vagy bordó. Nem, bocsánat, a szinkron Barbarossa-ra fordította, de egyébként Barbossa. Na, Barbossa. Már megint a szinkron. A szinkron, igen. A... Na és ő szeretné átadni végre a trónját a az Igen, az Irisznek, a Nikolaj Oszter Valdau alakít. Áll a la Jamie Lannister. Igen. És én. ez, ez a, hát az egyik húzó név, de mondjuk a Geoffrey is elég húzó név, csak én, én nem is nem tudtam. Is, én sem tudtam, hogy a Geoffrey szerepel benne, de a Gerard Butler is igen. játszik igen, benne. Igen, igen. De és itt jön, itt jön a plot twist, hogy jön Seth, aki valamiért itt a, csak a sivatag istene, semmi extra, szóval hagyjuk a franzban a mitológiát, szerintem úgy voltak vele, kihúztak egy pár sort, az epitomélyek ugyanúgy, mint a, a hát leginkább a japánokhoz tudom hasonlítani, hogy ott mindenkinél 26 felsorolás volt, hogy minek az istene, hogyan, stp, stv. Na, itt ezt így kihúzták, jó, akkor melyik hangzik a legkulabbul? Az. Akkor azt meg fogod kapni. Egyáltalán nem konzisztens ebből a szempontból. Na, szóval Seth beszambázik kb. egy olyan hát 3000 katonával a nagyon sok ember közé, és uh, azok nézik gyakorlatilag, hogy, hogy átveszik a, a, az uralmat ott náluk a városban. De ilyen, ilyen minősítetlen kategóriába senki nincsen, aki, aki hirtelen fegyvert felkapjon, vagy valami hasonló, vagy, vagy szembeszegüljön egyáltalán az, az ellenfelekkel így, így végignézik, ja, bejöttek, ja, hát akkor majd oda megy a szet az azérészhez, az és akkor bum, 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 ők, ők fognak majd harcolni. Uh -huh. És annyira pofátlanul egyébként a nézőnek a szemébe van to szemébe, az arcába van tolva az, hogy, hogy itt semmi más nem érdekes, csak az, hogy akkor most a szert meg az azért is az, az, az összecsap. És euh, hát eléggé összecsapottan van megcsinálva, mivel ilyen a filmben úgy vannak bemutatva az istenek, hogy ilyen, ilyen méterrel magasabbak az átlag embernél, így szépen ki vannak gyúrva, meg minden. Ja, és igen, van a kötelező feka isten is, de tényleg, csak hogy legyen, ne, nem az a nubis. A izé, a TOT. Ah. És van egy ilyen Power Rangers képességük a izéknek, az Isteneknek, amikor is átváltoznak ezzel ilyen über aranyozott formájukká, amikor tényleg úgy néznek ki, mint a kibaszott Power Ranger. És össze tudnak állni? Ja, nem, bocs, nem, tehát nem, nem. Úgy nem, érted, nem. hogy van egy aranyozott formájuk, van egy ilyen állat, óriás állatformájuk, és ezek ez az, az óriás állatok is összeállhatnak. Ah. <laughs> Jó. <laughs> 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 Isten. Úgyhogy úgy, így, így. Ö... És, és, akkor igazi Isten mi voltukba vannak ott, és akkor úgy ke keményen összecsapnak. Majd amikor ez így lezajlik, akkor kiszedészet, az a, a a, az a izé, a szemét, és akkor a, és pakolja őket. És innentől indul be a tök, tök, tiniknek szóló izé rész, de itt a tiniket az ilyen 12-13 évesekre gondoljatok, akiknek így sorozatgyártásban készülnek ezek a baromságok, hogy van egy fiatal tolvajszerű gyerek, meg egy csaj, ezeknek van románca, a tolvaj, a tolvaj gyerek az fogja és visszaszerzi az Ozirisnek a szemét, majd az, majd az orziriszt egyébként bevezeti az embereknek a izé világába, hogy jaj, ők hogyan élik meg ezt az egészet, hogy túlvilági lények ellen harcolnak, meg hasonlók és így gondolna az ember, hogy lesz egy valamire való jelenfejlődése gyakorlatilag az izének, a, a és nincsen, gyakorlatilag semmit nem írtak meg ebből. Mert egy utazó angyal arhetipus, és az nem fejlődik jellem. Jó, csak itt, ez éreztetették volna azt, hogy, hogy akkor, akkor meg nem értem, hogy minek a gyerek. Akkor nem értem, az is szét, hát, mert Van is kik van, van sidekick a filmben, nyilván azért. Jó, nem akarom védeni a, a filmet. Én nem láttam, csak azt mondom el, amit tudok róla. Most egyrészt az embernek van egy veleszületett képessége, hogy a trailer alapján is elég könnyen meg tudja mondani, hogy jó lesz-e a film vagy sem. Ezt szerintem mindannyian éreztük, meg Dani nevében is beszélhetek. Valami asszukta, hogy nem fog stimmelni valami ezzel a filmmel és hát beigazolódott, most nem csak belőled indulok ki, hanem már az IMDB értékelés alapján is, ami jelenleg 5,7-en áll. Ahhoz képest, hogy egy két órára toldott film, egy két órás film, amit engedtek, hogy két óra legyen, nem vágták meg egy másfél órás popcorn mozira, ahhoz képest ez nagyon-nagyon rossz érték. És nem tudom a filmet megítélni, mert nem láttam én egy dolgor, dologra hívnám fel a figyelmet, hogy a rendezőt úgy hívják, hogy hogy Alex Prohas, vagy Projas Y-nal, nem tudom pontosan, hogy kell ejteni. Na most ö, ö, neki annyira jellegzetes filmjei vannak, amit szerintem méltatlanul elfeledett mindenki, vagy méltatlanul figyelmen kívül hagyott mindenki. Most elsősorban ö, hagy hozzám fel csak annyit, hogy, ö, hogy ő rendezte a Dark City-t, hmm. ami azt hiszem uh -huh. egy 98-as film, eléggé egyedi képi világgal, stílussal. Aki látta, az tudja, hogy, hogy, hogy nincs, nincs, igazából még egy olyan film, mint a Dark City ebben a, ebben a, ebben a stílusban, vagy ezzel a, ezzel a megvalósítással, ezzel a, ezzel a világgal, amit, 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 megteremtettek vele. És ez a, ez a rendezőnek az érdeme. Na most rosszul mondtam, van még ilyen film, az Alex Prohásznak a többi filmje, mint például a Képlet. Most, amikor néztük egyszer a képletet, a Knowing, a Nicolas ja, Cage-el, akkor a vége fele nekem volt egy érzésem, hogy baszki, ez olyan, mint a, mint a, mint a Dark City. Uh -huh. Tehát az, a, amikor jön, jön az isteni gondviselés ezzel a jellegzetes űrhajóval, és uh -huh. el, elviszik a gyereket, akkor ott teljesen éreztem, hogy baszki, ez, ez valami köze van a Dark city és jól éreztem, mert ugyanaz a rendezője. De jobbat mondok, a 94-es Hollót ugyan ő rendezte. Tehát, tehát, tehát ez azért egy méltatlanul elfeledett ember, akinek van egy jellegzetessége, és biztos vagyok benne, hogy ez a jellegzetesség ez nem köszön vissza az Egyiptom isteneinél, mert az nem ilyen értékelést produkált volna. Ö, igen, egyébként én sem láttam még eddig a filmet, és most már meg is gondolom, eddig is voltak két eljeim, de, de megmondom őszintén a trailer alapján, amikor elkezdődött az egész trailer, akkor úgy voltam vele, hogy van egy-két húzó név benne. Például Gerard Butler nekem az egyik kedvencem a 300 óta, úgyhogy abszolút abszolút kedvelem őt, meg Walter Matau, vagy hogy hívják a Jamie-t? Nikolaj Koszter. Nikolaj Koszter, akárki. Őt is egyébként kedvenem, mert bírom, amilyen szerepeket adnak neki, ugye benne volt a Oblivion-be is, a Tom Cruise filmbe, és úgy egész jónak tűnt. Természetesen azért, mert én is láttam m, úgy az egész hangulatvilágon, vagy hogy mondjam, tehát az egész, ahogy kinézett az az egész film a tréler alapján, sejtettem, hogy nem lesz egy egy ötcsillagos produkció, és amikor a tréler elért, elért ahhoz a ponthoz, hogy azok az óriás kígyók, vagy mi az nyilák előbukkannak, és akkor utána a labirintuson kell átfutni, vagy én nem tudom már, mi volt az, a akkor az... ott mondtam, hogy... És oh. akkor mondják, tudod, hogy, hogy jaj, fussunk, mi. De hát az micsoda? Hát a, az izé, halandók szoktak futni. Ott már nagyon kapizsgáltam, hogy most ugye ez lesz a humor színvonal, akkor nagyon ígéretes film, hogy bevezeti az emberek világába, és lófasz nem történik gyakorlatilag. Nem change-el akkor, nem, nem, nem látja a film után egy kicsit az emberek szemével a világot? de semmi ezt ő még mindig ozirisz, meg... Hát a saját szemével is csak félig látja, nem? Te <laughs> Gyakorlatilag igen. Hogyha... De a... Bocsánat, M ne arra úgy. Ismeritek azt egyébként, azt, az, az, a, amikor azt mondják, hogy oh, az bár csak egy fél órával kevesebb lett volna, meg elég lett volna? Igen, Revenant, ó... vágom. Okay. <laughs> Jó, igen. Ezt mondjuk meg is mondta a Revenantnál, aztán mondtam is, hogy miért annyira hosszú. Na, itt semmi logikát nem tudnék felhozni, hogy mi az Istenért két órás ez a kúra film. É, igen, egyébként, tehát, hogyha pop, tényleg, abszolút popcorn mozinak tűnik, ahhoz aztán meg tényleg hosszú. Hát, ez olyan, mint nem a, a, mit a, a Ninja a Michael B.S.-t, azt így kinyújtották volna három órára. Mit teszel bele? Ha elvonatkoztatunk a filmtől, akkor titeket mennyire izgat, illetve mennyire hagy hidegen az egyiptomi mitológia? Mert elmondanám, hogy engem még annó a múmia időszakában rettentően érdekelt az egyiptomi mitológia, az egyiptomi panteon, persze marak is jó voltam, tehát nem is nagyon tudtam ennek utána nézni, de, de tetszett az a világ, meg ez, a, ez, a, ez az Isten család, amit, amit, itt bemutatnak. Ha most megnézné akárki a filmet, mennyire vonzódnak kicsit jobban a, a, az egyiptomi istenségekhez. Mármint mint például Ezt a, a filmet? Vagy a múmiát? A, ezt a filmet, ezt most a múlmiáról nem beszélünk. Ez szerintem piros kiütés és a hányás lenne a válasz erre, de... Igen, mert, mert ez is egy olyan dolog, hogy, hogy Próbálták nagyon, hmm. ahogy én láttam a thrillerből, próbálták nagyon emberszerűvé tenni ezeket az isteneket, és uh, megmondom őszintén, például a Csillagkapu filmben, meg gondolom a sorozatban is, ott is ugye voltak ezek az egyiptomi motívumok a Goa-uldoknál talán, mm -hmm. és ott ugye voltak ezek a maszkok rajtuk, meg tehát még az is úgy sokkal jobban tetszett, ha már úgy ábrázolták őket a, a hieroglifák között, ahogy ismerjük őket, ugye a sakálfej, meg a mitémi, akkor már akkor legyenek kicsit abszurd, és akkor már nézzenek ki úgy állandóan. Igen, a, az abszurd legyen egy kis konzisztencia ebből a szempontból, és ne legyen gicses. Meg, meg például nekem akkor tetszene igazán, hogyha ugye mondtad, hogy az egész film, mert az arany szín jellemzi. Igen. Ö, tehát nekem mondjuk rohadtul tetszett volna, hogyha azt beleviszik, hogy ugye az emberek, a fáraók, azok azt hiszik, hogy az arany, a gics, a minden istennyileg, és akkor az istenek pedig azokon csavarnak egyet, és akkor kiderül, hogy valójában őket ez annyira nem is érdekli, és nem is a gicsről szól az egész. Ha láttátok ö... Tarzan Singh filmjét, a Hallhatatlanokat, vagy a immortals azt hiszem akkor ez egy kitűnő ellenpéldája lenne ennek a filmnek szerintem, mert bár az is, abban is van gics, tehát azt ne, ne el azt az előjogát a filmnek, hogy gicses, viszont egy annyira egyedi, egyedi elképzelésben valósították meg ezt a, ezt a mitológia kérdéskört, igaz az görög mitológia, de ha csak a végén a titánok elleni harcot mutatják meg, gond, tehát hogy ar, arra gondolunk, az is annyira, annyira egyedi a titánokat, senki nem képzelte volna el úgy, úgy, mint ahogy a filmben volt, és az Istenek is nagyon-nagyon, nem azt mondom, hogy egyedien, de ők is egy kicsit szépek, ők is egy kicsit fiatalok, de ők is meg tudnak halni. Tehát én azt mondom, hogy az immortázba, a halatatnokba ábrázolt Istenek mások, mint nyilván mások, mint, 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 most az, is, az egyiptom isteneiben, mert, mert az utóbbi sokkal gicsesebb és sokkal nyilván gyermetegebb, amit én láttam belőle, a külemüket tekintve azt kell mondjam. Örülök, hogy felhoztad az Immortals-t, tehát akkor most ugye a, a Harry Cavill féle immortals beszélünk. A, az nekem sok mindenben tetszett, és sok minden bennem. Például nekem az Istenek, az Istenek ábrázolása, tehát Zeus és, és... Ott is felállítja. volt néger Isten. Ők annyira nem, mert pont az, hogy én nekem van egy ilyen prekoncepcióm, hogy például Zeusnak mindenképp egy ilyen őszhajú öregembernek kell lennie, és ezen néha túl tudnám magam tenni, de ott egy kicsit nem voltam megbarátkozva ezzel. Viszont maguk ez az egész titánok, ahogy el voltak zárva, és akkor ott megküzdöttek, az ott egész jól nézett ki, és voltak nagyon szép motivumok abban a filmben. Akkor ebből a szempontból a a felújított titánok harcaféle zeus akit a Liam Neeson disznót vág alakít, az jobban tetszett? Öö, őszintén szólva, a, a két titánok harca és titánok haragja, azt hiszem a második Igen, film, a második a, a haragja. Öö, ebben a két filmben Liam Neeson és Ralph Fiennes, mint Hades és mint Zeus, ők tetszettek abszolút. Uh, eleinte kicsit furcsáltam, hogy mondjuk egy full ezüstvértben rohangál Zeus. azt eleinte furcsán néztem rá, de megmondom őszintén uh, és ez nem biztos, hogy a filmnek az előnye, de ők, az ő alakításuk és az ő karakterük volt a, a legpozitívabb élményem ebben a két filmben, még akkor is, hogyha néha azt láttam rajtuk, hogy egy kicsit úgy na jó van, akkor megkapjuk érte a csekket érzést keltenek Szerintem a két film egyébként egy, együtt volt, a egy időben volt a Titánok Harca és az Immortals. Valahol egy... 2011 volt, azt hiszem az Immortals, és valahol 10 volt a. Igen, tájtán. én is ezt érzem, hogy kicsit később volt az Immortals, de jobb is volt. Tehát a, a, a Titánok Harca az egy kitűnő példa arra, hogy mennyire meg tudja gyalázni az, hogyha, hogyha telecseszik klisékkel. A, a, a filmet, a, az előkészületekben már eleve beleírják azt, hogy mennyire nem szabad kockázatot vállalni az eredeti megközelítéssel, az eredeti vízióval, inkább maradjunk a, a fogyaszthatóság mellett, és míg a Titánok harca egy kitűnő és lenyűgöző trélert. Igen, a a végül is egy, egy borzasztóan ö, ö, középszerű film ö, követett. Igen, igen, addig az Immortals, bár a nem emlékszem, de a film az kifejezetten egyedi volt, de Tarzan szintől nem is, a sejt rendezőjétől, meg a zuhanás rendezőjétől nem is hmm. várhatunk egyebet. Más kérdés, hogy egy kicsit eladta a lelkét, amikor leszerződött a Hófaérke és a Hét Törpe Julian Roberts-es verziójára, amit, Jezus, amit nem nem voltam képes megnézni. Igen, sajnos az övé. azóta csinálta még a, az önkívületet a Ryan reynolds -szal és az Oscar-díjas Sir Kingsley-vel. Uh -huh. Na, azt még nem láttam, de az egy ilyen testcserés triller. Uh -huh. Na, az érdekes. Egyéb egyébként visszatérve az én a titánok harcár meg haragjára. Öm. Látvány szempontjában, nem tudom, nekem valahogy az Immortals az jobban tetszett. Igen, de hát igen. Egy szerintem ezzel sok ember egyetért volt. Bár, bár nagyon sokan úgy harangozták be gyakorlatilag így a, a Luke Evans miatt, mint Zeus, meg ahogy gyakorlatilag kinéztek, ilyen kicsit érinthetetlen, ilyen kicsit olyan tinibálvány. balvánként. Hát makulátlan. Mi, mi, mint hogy ez a... Na, megkaptuk a a görög ponteonnal, amit igen. egy kicsit úgy, úgy át is éreztem, de lényeg az, hogy a gicsbe ott nagyon visszavettek, és úgy mégis olyan transcendentálisan tették elénk, és elfogadható kategóriába. A Zénél, a Wrath of the titans viszont az volt a legnagyobb gond, hogy, hogyha Ralph és Liam Neeson-t kiveszük a, az egyenletből, akkor a Sam Burlington az nem fogja elvinni. Mérő a... egy elég erős színész, mit akarsz? Igen, az Avatarba így tetszett nekünk, már mármint tetszett, akinek tetszett. De ott is azért, mert igazából nem nagyon ő játszotta Igen. a karakterét, é, meg hát a Terminátor. De Genesis, vagy, vagy, mi az Isten volt? Az a... Salvation. Salvation, abba, abba a szörnyű volt. Igen, és pont meg is néztem egy-két jelenetet egyébként a titánok haragjából. Ugye a kettőben már nagyobb szerepet kapott például Árész. Ott ő egész jól tetszett. Ott úgy, úgy ránéztél, és azt mondtad, hogy na ő a háború istene. És elég jól tudott zúzni is, tehát voltak vele jó jelenetek. És ugye hefaistos uh, pedig uh, Bill Nye játszotta. És igen. ő is nagyon jó volt. Na, tehát... a, ő, volt, ő volt. a nagyon meglepő nekem, hogy igen. úri, ja, passz meg ez a Hephaistos, tényleg? És ő, Jé... tehát, amikor, amikor hozzá oda kerültek, és úgy benne volt a jelenetekben, na akkor az úgy volt, hogy úgy, Na, el is felejtettem, hogy az egy egész szarfi. Hát ez... <laughs> De igen, mert a, egyébként az nagy tökre jól átjött, hogy az afroditét ugye mert a, mer a Hefavissosnak az Afrodité a lór <laughs> a, a szerint, szerint ő, ő, a, ő a, azért a felesége, és akkor már elvesztette gyakorlatilag, De. és bele is őrült egy kicsit. Ugye ja. a, a Bill egyébként kurva jól játszott abba. Ha már beszéltünk az újféle titánok harcáról, és titánok haragjáról, akkor könyörgöm, ne menjünk el a régi titánok harca mellett szó nélkül, ami kb. életem első komoly filmélménye. Ö, én emlékszem, még a régi kis házunkban, nem is tudom, négy évesen, öt évesen néztem azt a azt a remek művet. Ugye egy kisgyereknek azért eléggé meghatározó egy olyan film. Láttátok egyébként? Nagyon-nagyon nagyon halvány emlékeim Na minden. most ugye két két nagyon erős jelenet van, inkább abból a szempontból mondom erősnek, hogy egy, egy négy-öt éves gyerek hogy élheti ezt meg, uh, ahogy a krakent, ugye, stop motion uh, uh -huh. meg megalkották. Most szerintem egy mai ember, én mutattam pár évvel ezelőtt valakinek, aki, aki úgy ítélte, hogy ez nevetséges, és én, én nevetett a filmen én, én, én akkor végig paráztam. Tehát a Kraken hiába stop motion-nel csinálták meg, de egy öt éves gyerek az egyszerűen nem, nem tudja felfogni azt, pláne ugye a 90-es évek elején, hogy, 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 ez nem egy CGI, ez, 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 nem is annyira félelmetes, hanem, hanem meghatározó, és nagyon-nagyon hitelesen mm. ö, ö, mutatták be például a Krakent, de a másik az a medúza. Én életemben először, mm. ha féltem valamitől, az a medúza volt. Én annyira, annyira rettegtem attól a, attól a megvalósítástól, hogy, 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 az árnyéka jön, hogy ott, ott, ott rázza a izét a, a, csörgő kígyófarkát, ott, ott, ha, be, ha Kövédermezt, és ez annyira ijesztően adaptálták őt, meg, meg, tehát eleve, eleve kézzel fogható és húsvér volt az egész film. Hogyha levágták a fejét, akkor, akkor ömlött belőle, így vödröstül a, a vér, vagy mit tény Az emberek brutálisan meghaltak a skorpiók által. Mm -hmm. Úgyhogy én én ezért, én ezért éltem meg annyira rosszul ezt a Titánok harca feldolgozást, mert mert a régihez képest annyira, annyira közönséges filmet csináltak. Igen. Az a baj, hogy... Bevallom őszintén, én a régi titánok harcát mindig keverem a Jason and argonaut ugye a csontvázharc, nagyon igen. híres stop motion harc, Tehát ez a két film nekem összemosódik, úgyhogy én arra a hülye mechanikus bagolyra emlékszek kb. Csak ami a folyamatosan csipogott, ugye a jó vagy jó vagy nem tudom, hogy hogy hívták mm -hmm. a eredetiben. De igen, tehát jó nyilvánvalóan a stop motion érzését a CGI soha nem fogja visszaadni, legyen akár mennyire is gyermeteg ez az egész stop motion, de de az biztos, hogy amikor bejöttek azok a nagy skorpiók a feldolgozásban, és akkor ott nagyon ott is féltünk, ami a trailerben egyébként egy nagyon számomra hatásos jelenet volt, ugye, hogy a ütemre csapkodják ott az embereket, próbálják lezúzni őket, az, az hát. nagyon megadta a hangulatát, de a filmben, meg is akkor jönnek utána a neve, természetesen a, a elengedhetetlen sidekick, ugye a vicces gyerek, aki ott ül már a hátán, tehát egyszerűen... Ah. Borzasztó, és a végén, végén ott, 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 már felnyergelték a skorpiókat, és akkor ott, Igen. ott kikötöttek Aténba, vagy Tébába, vagy nem tudom hol, és akkor ott Ah, ez, az, az, az minősíthetetlen szerintem a feldolgozás, a trailer az, a, hogyha, le, hogyha, lenne díjazása, vagy bármilyen diát a trailereknek ever, akkor, akkor az a trailer nyerné szerintem a legjobb, legjobb trailer, világ legjobb történelm, a világ legjobb díja a trailer. A legjobb trailer díjat. <laughs> És az emlékszem én... még az egyik nagy, ami nagyon fel kacagtam még a moziban is, az a Doom 3-ban szereplő Kraken lehetne, akár szerepelhetne abban is, mert egy az egyben úgy nézett ki ezzel a, ezzel a furcsa szörnyetek fejével, meg, tehát mondjuk ebben például a Karib-tenger kalózaiban sokkal jobban tetszett a Kraken. Egyébként nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, fun fact, hogy a Kraken az nem is ugye, közel nem lenne ez az egészhez, mert ha jól tudom, akkor az germán eredetű, vagy skandináv eredetű, tehát nem igazán. Én nem tudom, de elhiszem. Kicsit akkor, hogyha már egy görög mitológiánál vagyunk, akkor elcsünk szót a Dwayne The Rock Johnson féle Herkulesről is. Meg az, az is. a Palvinba. Lutz, vagy nem tudom, hogy hogy most, az Asylum Studio féle. Nem, nem, nem. Nem, az gondoltam, hanem a twilight gyerek fajta izé Herkules. Igen, volt egy, egy kigyúrt a mondom valami Lutz, vagy nem tudom, hogy hogy hívják. Lutz, Lutz, valami. vele Hol a Twilight-ban? Igen, igen, és vele is körülbelül fél évvel a, a Johnson. Igen, előtt. de ők azt lovagolták meg, hogy jön majd a Dendorog Johnson-nal a Herkules, és az ember egy kicsit. pláne a magyar ember, de nyilván ők nem számítottak erre, de az ember egyébként meggondolatlan is tud lenni, hogyha moziba megy. Például Magyarországon az a trend, nagyon sokan mennek úgy a moziba, hogy nem tudják, hogy mit fognak megnézni, és a filmekről se tudják, hogy mikről szól. És ezzel megy el az idő, és ezért van sorbaállás, mert az emberek a pultosoktól a jegy, jegyárus csajsziktól kérdezik meg, hogy ajánljál valamit, és hogyha ajánlasz, akkor az miről szól. Ennyire, ennyire az emberek, és akaratlanul, de pont ezt használták ki azzal a másik Herkuleses filmmel, hogy szerencsére azt se láttam. Pedig ha láttad volna, értékelnéd a rokkosat. Nagyon értékelnéd a Na rokkosat. Most, de a rokkos az egy olyan dolog, amiből 10 percet voltam képes megnézni, rock ide vagy oda, bár én nem vagyok egy rock, rock fan, de, Na. de annyira <coughs> az is annyira bugyuta volt, annyira ostoba, én, én nekem a ször feláll a hátamon, amikor, amikor egy, egy régi korokba helyezett történetben kik a az alkotók, mint a ma emberei. Hogy amikor a sámánnak azt mondja a Rufus Sevel által alakított karakter, hogy hogy hogyha szedsz valamit, nekünk is adjál belőle. Tehát ez egy olyan szöveg, ami ami ma ma trend. Ami, nem, ami, nem, nem, élik bele. ami nem élik oda. Akkor nem beszéltek így, oké, hogy ez egy mese, meg oké, hogy az emberek szórakoztatására hivatott, de és ez a vicces, hogy szerintem ennek a Dwayne The Rock Johnson Féle Herkulesnek szerintem Magyarországon volt a legnagyobb keletje. Éppen azért, mert ez egy tök érdekes dolog, egy tök érdekes tényező, hogy Magyarországon gyakorlatilag nem létezik olyan ember, akinek valamilyen ismerősen ne szerepelt volna abban a filmben. Hát igen az a helyzet, hogy annyi, annyi embert kasztingoltak oda, pláne az ilyen edzőtermekbe, az izmos kigyúrt csávókat, úgyhogy ez teljesen érthető. De, de én azt gondoltam, akkor a felhajtás volt itt a, Herkules film körül, amikor amikor csinálták, hogy ú, ez mekkora lesz, hát egész Magyarországot beonják konkrétan. ahhoz képest egy kicsit jobb filmre számítottam, de, de tíz perc után azt kellett mondanom, hogy nem vagyok képes tovább nézni. Hülyeség. Furcsa, hát... ennek, furcsa, ennek, én kétszer tudtam megnézni. Mondjuk ez, ez, hozzátartozik az is, hogy egyszer meg is néztem végig egy húzamba a, a luccosat. Azt... Hát igen. Na, itt mellett is egy olyan ember ül, aki mind a kettőt látta, úgyhogy, úgyhogy nem tudom, szerintem én tíz évvel korábban fogok meghalni, mert annyit vett el tőlem ez a két film. Um, ja, tehát én ugye megnéztem először a a másikat, tehát nem a rokkos verziót. És én azt hittem, hogy belehalok. Tehát konkrétan szörnyű, vontatott, a színészi játék egyenlő volt a nullával. Fú, egyszerűen, egyszerűen csak negatív dolgok jutnak róla eszembe. És akkor ezek után, ugye, elkezdett kijönni a, a rock verziónak a trélere, És akkor mondtam, hogy na, ez egész jól néz ki uh, ahhoz képest. Persze nyilvánvalóan ilyenkor az ember már egy másik szemüveggel nézi a, a, a másik filmet, de mondtam, hogy na, oké, ne üljünk neki, és akkor élvezni fogjuk. Hát elindult a film, teltek múltak a percek, és egyre jobban úgy éreztem, hogy hát igazából ez sem az igazi. Leszámítva azt, hogy milyen gagyi volt a rocknak a műszakálla, meg, meg, hogy én egyébként tudom én, hogy a rock mindent jobbá tesz, de ebbe abszolút nem illet bele. Tehát nekem teljesen elütött az egész, egész környezettől a rock. Meg a vértezetről is beszél. Jaj, meg. a melvért, igen. Amikor látod, hogy ott van a három méteres melle a páncél alatt, amikor körülbelül harmad akkor, mint az ő eredeti természetes izmai. Hát ugye ott az ki van ütve a melvértben általában, mm -hmm. hogy hogy, ah, ott kéne lenni az izomnak, vagy mit tűnt, Tudod, tehát ilyen izomzat alak is ki van általában ütve a melvérten, és hát a, a rocké jelentősen nagyobb volt, mint amit kiütöttek igen. neki. Úgyhogy az a baj, hogy sajnálom, hogy nem láttam a, a Herkules rajzfilmet, de én arról szinte csak pozitívumokat hallok. De... Wait, what? Hát a Disney, azt hiszem, Disney az is. Jön jó, jó, a Herkules ha, ha, ha szeretetek valami, úgy, valaha lehet? istenséget, akkor ott, ott a mm Hades-t -hmm. imádni fogjátok. Igen, de tehát ezt mondom, hogy jeleneteket láttam belőle, de úgy egyben nem láttam az egészet. Viszont ugye ott van az is, hogy, hogy ugye ott elmentek a humor irányába, de, de, valahogy azok a jelenetek, amik úgy megmaradtak nagyjából bennem, abban azt tudtam mondani, hogy abban a környezetben tök jól eladták az isteneket. Hát ugye például a Hádész, ott is dominálja a jeleneteket ő is, de, de ezekben, a, amiket eddig említettünk, az tényleg a, egyébként a titánok harcában is annyi, hogy amikor, amikor belép az emberek közé Hádész először, hogy akkor úgymond az ultimátumot leadja, az nagyon jó volt, meg tényleg egy-két jó jelenet, de úgy, mindig olyan laposra sikerülnek ezek az istenek, és mindig, mindig, olyan érzelmek vezérlik őket, amik nekem pont annyira, annyira távoliaknak tűnnek, hogy, 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 az emberek nem hisznek bennünk, akkor nagyon gyorsan legyünk rájuk mérgesek. Tehát, hogy mindig olyan, olyan lesarkítják ezeket az isten figurákat, és én ezt sajnálom a legjobban, hogy olyan kétdimenziósak lesznek. Szóval szerintem nekem ez a legnagyobb problémám az összes ilyen mitológiai filmmel. Nekem az, a, hát a... Ugyebár a lucos izé, a Herkules az, az, ugyanaz az érzés követett egész végig, mint a, amit szerintem te, ami, ami, szerintem téged. És ehhez képest tényleg felüldülés volt, valamint egy nagy előnye van szerintem a, a rockféle a Herkulesnek. Egyrészt, hogy és akkor itt most spoiler, aki még mindig nem látta. Az, hogy nincsenek benne istenek, és hogy van egy nagyon jó twist gyakorlatilag majdnem minden jelenetnél, hogy, hogy trélerbe az van, hogy igen, és akkor neki megy a nagy izé, oroszlánnak, és fut a izé elől, a, 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 vatkan elől, meg minden, és ez így nem igaz. Így, így elma, elma, elmagyar ezek a nézőnek, hogy nem, ez, ez nem így volt. Az a, 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 hidra is az volt, hogy gyakorlatilag egy 9 főből, vagy 13 főből álló ilyen, ilyen tolvajbanda, aki, aki, akik nagyon ügyesek voltak, és emiatt volt egy olyan benne, hogy Na, végre, végre egy normális eredeti böptet és egy eredeti megközelítés. Valamint az helyzet, a rokkot rockot én sem nagyon izé csíptem ebbe a filmbe. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a színészi játék amúgy szerintem, de nem, nem, is a színészi játék, hanem a, 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 szereplők megírása az nagyon jó volt itt. Mert a, az összes, hát gyakorlatilag az összes sidekickje, mert egy kis csapatot alkotnak, az összes uh, harcos társa nagyon jól van megírva, és baromira élvezetesek. Ő gyakorlatilag így, én vagyok a Herkules erős vagyok, megyek előre, én vagyok a főnök, de de igazán a borsát szerintem ennek a filmnek nem az adja, hogy, hogy, hogy Dwayne The Rock Johnson benne van, hanem az összes mellékszereplő, valamint az, hogy, hogy egy ilyen twisttel közelítik meg az egészet. A kentaúrok azok gyakorlatilag ilyen felmisztifikált, nagyon jól olvasok és ennyi. A végén azért mondjuk túlzásnak éreztem, amikor a hírának a, a Igen, a szobrát. Az, az a jó, tegyünk be vala, bele valami szimbolikát, és akkor ugye mert eredetileg a hír az gyűlöli a az Herkulest, mert hogy félrekefélt az Zeus, és akkor ja. nem csak egyszer, és akkor az egyik Rá, ilyen. Az gyerek, emberre. Igen. igen. Ö, igen. Szerintem eleget beszéltünk a görög mitológiáról, maradjunk annyiban, hogy talán a hollywoodi filmipar számára a leg, legbarátságosabb vagy legnépszerűbb mitológia, szerintem a legtöbbet és a legtöbbféleképpen dolgozták föl, talán mert nem tudom, mert az a legadaptálhatóbb ponteon a görög görögisten Más család. Talán azt ismeri legkevésbé az amerikai, nem tudjuk. <sítható> <sítható> Ebb, ebből azért. Né nem egyébként, mert a... A amerikai az írónő, aki a is csinálta, a Percy Jackson-t. Azt nem láttam, úgyhogy ahhoz nem tudok na, sajnos hozzászólni. Ahhoz csak annyi, hogyha a Harry Pottert azt így áttesszük a görögökhöz, és azt áttesszük Amerikába, na, az a Percy Jackson. Én láttam az első részét, hát nem tudom. De a hála Istennek azt mondtad, hogy térjünk át a görögökhöz. <laughs> Hát igen. Mert igen. én csak a trélerét láttam, és ebből már le tudtam vonni a következőt. Nem, hát butácska, szóra, szórakoztató, aranyos, ott is vannak érdekes megoldások, az Uma Thurman, a, 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 medúza. a, a medúza, de, de olyan, mintha egy ilyen, egy szobor lenne, és pont ilyen, 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 ilyen visszahúzódó, de mégis ilyen dáma-szerű nőci, tehát tök jól, tök jól adaptálták. Meg, meg, hasonló dolgok vannak benne, de például tök érdekes, hogy a, idegesítő a... a, a aki az Al Pacino volt a Trópusi viharban, és a Suna Szabtyát reklámozta folyton, uh -huh. az, az játsza egy, egy ilyen, egy ilyen szatírt szatír benne, és akkor hát nem uh -huh. tudom, mekeg össze-vissza, meg amit el tudsz képzelni. Nem, szóval nem hát ez a tipikus tinéknek való tessék, itt van ez egy cool gyerek, aki egyébként feka. Meglepő módon. igen igen. Hát meg vannak ilyen ostoba jelenetek benne, hogy valamilyen ilyen hárpia megtámadja az elején a Percy jackson aki, aki, tehát azt kell tudni róla, hogy imádja a vizet, órákig tud levegő nélkül, vagy egy levegővel a víz alatt lenni, de, de, de nem tud olvasni rendesen, mert, mert hogy mondják ezt? Mi, mi az a sok víz az agyát. Hát nem az, hanem ő csak a, neki a görög betű. Csak a görög, a, a görög betűket görög, tudja olvasni, de, de, igen, fontosan, hogy, de hát nem diszlexiás, mert hogy ő, ő félisten. És akkor van egy ilyen tábor, amiben, amiben félisteneket képeznek ki, és akkor ott harcolnak ki, és meg, na mindegy, a, a, Alexandra Dadario. Ja, Buberio, ja. igen. Buberio, <laughs> igen, játszik benne, aki, aki most a Bévasból -ba, is fog. Hála Hála elég, 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 elég. Szerintem Hollywood legszebb, legszebb színésznőjéről beszélünk. Bocsánat, megütötte a filmet és lehet, hogy nem. Dwayne The Rock idő... Johnsonnal feldolgozzák a bévacsot. De maradjunk ennyiben, a okay. Alexander Daddario játszott a True Detective-ben, ő volt a igen. szeretője a Woody Harrelsonnak. A, a Igen, a Törésvonalban játszott, amit, ami egy kifejezetten jó példa arra, hogy mi az, amikor egy egész filmet csinálnak a Dwayne Rock Johnson számára, mm. mert, mert ez történt, de mondom, én csak megjegyzem, hogy az Alexandra Dadario szerintem egy, 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 egy kü külsőleg egy, egy százszázalékos, nagyon kevés színésznőre mondom ezt, rá ezt mondom, hogy, hogy külsőleg egy 100%-os nőcske. Azon kevés nők egyike, akinek a szemei el tudják venni a figyelmet, a meleiről. De haladjuk is tovább. Igen, kicsit térjünk át akkor más, más istencs haládokra, mitológiákra is. Évként most gondolok bele, hogy a mitológia nem feltétlenül jelenti az istenségeket, de valahogy meg kell neveznünk, tehát Igen. a mitológia az eredet történet is lehet, meg, 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 meg hasonlók, mond a világ, de most akkor is, akkor is valahogy el kell neveznünk ezt, amiről beszélünk, és innen üzenjük, hogy mitológiának fogjuk hívni, akkor térjünk át a viking mitológiára. Most, hogyha az isteneket vesszük, akkor, akkor itt is számos alapanyaggal kokettálhat a filmkészítő, számos anyaggal kokettálhat az, aki feldolgozza őket, de mégis viszont kevesen dolgozzák fel, tehát inkább tehát az isteneket kevésbé szokták feldolgozni, arra itt van a Marvel-féle tor, ami talán a sokak szerint a legjobb adaptáció, hogyha az isteneket vesszük más feldolgozásra, nem nagyon, tehát más ábrázolás mondja, nem szokott lenni az isteneknek. A vikingek című sorozatban van egy tök jó érzékletes bemutatása a tornak, amikor így jelet ad a Ragnárnak, és ilyen, 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 ilyen kalapban császkálott a parton egy, egy varjúval a vállán, az szerintem egész jó. De, de az isteneket inkább csak a, 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 a maga Thor című film a Marvel-től, marvel től az, az adaptálta. Mit gondoltok a viking mitológiáról és a viking isten családról? Hát ugye, mint mondottad, sajnos nincsen túl sok táptalaj, viszont a, a Marvel féle torhoz annyiban visszatérnék, hogy például a, a tor 2 abból az egy szempontból nagyon tetszett, hogy ott a tor már végre tényleg a tor, az Isten, akit mi ismerünk. Mert ott volt az egy, ahol ugye elvették az erejét, tudjuk a klisék, hogy meg kell tanulnia ugye, méltónak méltó, lenni. Aha. De na például ez egy olyan dolog, amit szívesen vennék még több filmben, amikor az istenek tényleg istenek, és nem arról van szó, hogy egy akár egy félisten fel tudja vele venni a harcot, vagy akár az emberek nagyon-nagyon ravasz módon ki tudják cselezni, és akkor mondjuk lebénítják, hogy nem, legyen, isten az isten, és én azt mondanám, hogy zárjuk is ki az embereket egy picit még jobban, és akkor menjünk bele ebbe az egész mitológiába, hogy akkor az istenek milyen alternatív lényekkel, szörnyekkel, akármikkel küzdenek, például ez nekem nagyon szimpatikus lenne. Én láttam a Vikingek sorozat első évadját. Nem az én száízemre való volt száz de az tény, hogy egy-két dolgot jól csináltak benne, utalások, motivumok. Tehát ebben nagyon erős volt egy-két jelenet. És ezen kívül nekem nagyon nem is jut eszembe konkrétan ilyen vikinges film, ahol úgy Komolyabban rámennének erre az egész témára. Igazából mindig csak a magukhoz, a vikingekhez, a berzerkerekhez, Igen. a fosztogatókhoz nyúlnak a, a, azok, akik feldolgozzák. De erről is beszélhetünk, csak most próbáljunk meg a magukra, az istenekről. Neked mi a véleményed, Anti, például? Hát, hát mondjuk kezdeném azzal, hogy Beowulf. Igen. Mi És az ez az senkinek nem jutott eszébe. ez, hogy De az, az... Pedig, ö, pedig ö, ott, egy olyan ott viking... van gyakorlatilag Grendel, meg az anyja is. Egy olyan, egy olyan viking törzsből származik a Gét, Gat, Git, így így mondják angolul, tehát g a -t -h, ez szerintem Gat, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy fordítják magyarul, de, de, ott gyakorlatilag ahol voltak a vikingek, ott, ott Dánia, Norvégia, ezeken uh -huh. a környékeken, a Beowulf az, az, az egy délsvéd törzsből származó mitológiai szereplő. De igen, való igaz, teljesen jól mondott, hogy viking mitológia az. én, nem sor... én valószínűleg nem kötöm össze valahogy hasonló, ugye az érzésvilága, de nekem valahogy mégis eltér. És ahhoz ja. képest az első ö, ilyen ö, költő, ilyen megfogalmazott és megírt ö, ö, lovagi lovagi mű, ahhoz képest, hogy lovagokról relatíve nem beszélünk. Igen, igen hát az zérek minősül gyakorlatilag viking vikingkor, ahol egyébként így ábrázolják a izét. A, a Beowulfot magába a filmbe. Ugye, ott, ott úgy van megcsinálva a vár, hát a vár az izéből készül, kőből, hát ilyen vannak ilyen alapvető dolgok, a, ami úgy eléggé szembőtlik, de am, amikor még csak megérkezik, akkor ott van gyakorlatilag a, a, nagy, a nagy hajószerű haja a, az ottani viking királynak. Frotger? És... Igen, Frotger a király. Igen. Anthony Hopkins. Ja, a ahova gyakorlatilag a betör a Grendel, de meg azért Angelina Jolie, úgy. Ja, a CGI így, aranytesten Grend arany már megint. Lent. Grendel anyja. Igen, de azt ne felejtsük el, hogy hogy uh, ahogy a Nibelungba is, és még egy film, ami a viking istenenkkel foglalkozik, bár 65-67-es, azt hiszem. Öm, ott is a... micsoda. A a Nibelungen. Hát én úgy ismerem hogy a Nibelung. nibelungen zage, ugye, mert németül. Igen, tanulja. de a A filmet, gyűjt, nem így van? A, hát a magyar lehet. Volt egy Kristina lohány az, az is. De én még németül láttam. De az nem volt. germán? Az nem, nem... Hát a viking is germán végül is, nem? Nem. Hát a, a Brünnhilde-hez, amikor fölmennek éjszakra, amikor igen, nem a Igen, én is láttam a... a, a Aztán az hogy... Az az a django <laughs> Na mindegy, igen, tehát visszatérnek. Kérlek, ő meg. Nem, hát az nem, nem izland egyébként, mert félre mondtam, hanem az a Dán felső rész, de az még az előtt, szóval az még a Beowulf előtt játszódik, úgy mond, már, már hogy egy timeline-t így föl lehetne ala, ö, fektetni, úgyhogy így. Ö, ott mondanám azt még, hogy ott, ott a sárkány, ott az is arany, meg az arany... Ö, meg ő védelmezi az aranyat. Meg a, a, sár, a sárkány vére, ami kifolyik, és most kövezetek meg, de nem tudom, hogy ki a főhős, aki gyakorlatilag fürdik benne, annak a hátára egy levél rá hullik, és azt nem, nem, éri a sárkány vére, és úgy éri utol a végzete, ugyanúgy, mint a izém, az, az Achilleusnak a sarka, hogy az az egyetlen sebezhető pont nála. Igen. Igen, egyébként azt hiszem, ennek volt egy Kristina Lokenes verziója is valamikor, I... egy pár évvel ezelőtt, ahol volt egy szexi jelenet vele, csak úgy mellékesen. De, de, de szerintem... szerintem, is az az egyetlen, ami megmaradt le, nekem egyébként. Abban lehet, a hogy hülyeséget mondok, de szerintem ez egy, ez, egy, ez egy germán mitológia. De majd utána nézünk, de a, de a vikingek, azok, azok nem hiszem, hogy germánok, azok inkább egy skandináv törzs. mindegy, egyébként majd, majd utána járunk meg, a hallgatók is szívesen utána De jön. hogyha már megemlítettük a Beowulfot, akkor uram, bocsánat, meg kell említenem a magát, a 13. harcost, Pontosan. azaz a Kötcsárkányok című, című könyvet és filmadaptációt, ami szerintem a világon a legjobb. Az egyik legjobb film, de hogyha a viking témába készült jó film, akkor az a 13. harcos. Még pedig azt ne felejtsük, hogy az is a Beowulfot dolgozza fel. Beowulf. Igen, hát buli nak hívják a főhős, de ugyanúgy elmennek a heorodba, Igen. az őszbak csarnokba, ugyanúgy találkoznak a Throdgárral, ugyanúgy egy rém fenyegeti a, 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 a városukat, meg meg a népüket, és ugyanúgy alud, al, alvást színlelve várják meg a szörnyeteget, aki elhordja a holtakat, meg hasonló, és ugyanúgy van benne. Grendel, csak nem Grendelnek hívják őket, hanem... Valami, igen, igen. Nem, nem őt, hanem egyből igen, őket, a népet, a más, hogy népet, van, népet nem, nem jut eszembe, hogy hívják a népet, de hogy tök mindegy, ugyanúgy van maga a szörnyeteg, ami gyakorlatilag mm -hmm. ez a föld alatti neandervölgyire utaló nép, illetve magának, maga az anyja is ott van, tehát csak azt mondom, hogy ennyi áthallás van a Beowulf legendája és a 13. harcos között. Igen. Csak érdemes megjegyezni. Egyébként ehhez kapcsolódva, mert a, mert a 13. harcosnál nagyon sok jelenet visszaközön abból a filmből, ami egyébként skifi, az Outlander, ami nem igen. tudom, a hogy, A Jim Caviezel, igen, igen, igen az Ami meglepően egyébként, hogyha nem egy block, blockbuster várunk tőle, és egy, nem is egy olyan filmet, ami így, hogy is mondjam, ilyen nagyon mélyen szántó értelemmel rendelkezik, hanem a ridik mellé szeretnénk még hétvégén megenni valamit. Szerintem is. Anna, a, Annak a stílus, olyan a stílusú a film, hogy tökéletesen megállja a helyét. Nagyon jól vegyíti egyébként a, a, középkori settinget, és a... Skifit. És a, és, és a gyakorlatilag, és így nagyon jól interpretálják azt is benne, hogy, hogy amit a vikingek ott ezének gondolnak, istenségnek és sárkánynak, meg hasonló, az gyakorlatilag egy földön kívül. Úgyhogy egy nagyon jó csavar. A másik ilyen film, ami nem skifi, hanem az, az Amerikába játszódik, de ugyanebben az időintervallumban, kb. De, hogy kb. és birodáma. nem, az, a skifi része. A nem, 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 nem. A... Nem a tűzbirodalmat, ezt nagyon nem ide sorolnám. Valhalla Rising-ra Nem a Valhalla Rising, de arra is térjünk Van majd Van egy másik film, hanem a vikingek, az 50-es években ját, hanem forgatták? A, mindjárt mondom, a Pathfinder. Pathfinder? Igen. Igen az. A Pathfinder a Carl Amikor, amikor ugyebár mivel Columbus előtt a vikingek fedezték föl gyakorlatilag Amerikát, így áthajóznak, és, és, ott marad az egyik ilyen hajótörésnél egy gyerek, akit az indiánok nevelnek föl. Ez mondjuk a mitológiához sok köze nincsen, viszont a, a hitvilágot, az, hogy, hogy mennyire más a két nép, és ott főként egyébként berzerkerek vannak. Igen, de ők az antagonisták, nem? Tehát Igen. én a trélerét láttam, és az annyira, annyira megtetszett, hogy hogy így hivatkozzanak a berzerkerekre, akikre nekünk nincsen jó szavunk, tehát a magyaroknak nincs jó szavuk, de de az a szó, hogy berzerk, az nagyon jól jellemzi azt, hogy miért lehetnek ezek antagonisztikus elemek, éppen azért, mert annyira annyira kíméletlen és veszedelmes, már már szörnyetegnek, szörnyeteggel hasonlatos uh -huh. népcsoport, illetve harcos csoport volt ez a, ez a viking berserker, a fosztogatók, talán ez a legjobb szóra, hogy teljesen érthető, hogy, hogy egy egész filmet szánnak arra, hogy, hogy őket mint szörnyek mutassák be. A, a trailer alapján legalábbis Igen. nekem ez jött, tehát továbbra sem láttam a Pathfinder-t. Na, érdemes egyébként megnézni. Ő, ő, is ilyen ridik kategória, csak nem annyira csili hanem próbál enyhén naturalista lenni. Viszont ami még inkább naturalista, az ugye be, teljes mértékben a Valhalla Rising, amely egy kicsit azért nekem megfeküdte a gyomromat. Nagyon... Nekem nagyon-nagyon tetszett. Én annyira vágytam egy ilyen, ilyen filmre, mint a Valhar... Valhalla Rising, ott minden tapintható volt, ott minden egyedi volt, nem hiába a, nem most nem jut eszembe a rendezőnek a neve, de az nekem az egyik kedvenc rendező ő rendezte a Bronzont, meg, meg a Drive, Gast. Vitt Nikolász mindig Reffen. Mm -hmm. Most azt kell tudni róla, hogy, hogy hát róla semmit, egy marha jó rendező, viszont az a film, meg nekem teljesen olyan élményt nyújtott, mint mintha Terence Meliknek a, 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 a filmjét láttam volna, aki aki köztudomású az ilyen megközelítésről, hogy hogy, hogy kicsit sokáig mutatja a természetet, kicsit olyan közönséges dolgokat is mutat, ami nem illik a sztori vezetéshez, de hát ő nem bírja ki, és ilyen titokzatos eleve magas Ter Terence melik is. Te láttad? Uh, uh, akkor uh, kijelenthetem, hogy mind a kettőtöknek tetszett a Valhalla Rising? Igen, Én láttam. Jó. Na, Csak akkor javaslok valamit. Uh, próbáljatok meggyőzni arról, hogy miért volt egy jó film, mert szerintem egy nagyon rossz film volt. Uh, nagy Számomra nagyon vontatott volt, Ö, számomra nem szólt semmiről. Ha voltak is, akkor az utalások nekem nem jöttek át, mármint az ilyen rejtett dolgok, amik, amiket úgy bele lehet magyarázni. Ö, effektek szempontjából is idegesített, amikor ö, mesterségesen be besötítítették, vagy kivilágosították a színészek arcát, hogy ezzel a dramaturgiát kihangsúlyozzák. És ö, és egyébként mellékesen még a főszereplőnek a műszeme is, a kivágott szeme is eléggé idegesített. Na most ahhoz, hogy értékeld ezt a filmet, egyrészt tudnod kell, hogy ez nem egy tömegfilm. Ez, vannak olyan viking filmek, amiket én kitörölnék a világ tudományából, hogy léteznek, amikor, amikor bazd meg úgy mutatják be a szereplőket a film elején, hogy harc közben így kimerevítik a képet, és ilyen marha masszív betűk így felugranak alulról, ilyen, ilyen, ilyen vaskos, ilyen tört betűk, tudjátok, így kírják, hogy mit ez Gassgard! és akkor, és akkor hű, marha jó, mindegy. Most, ez, ez film? most hát most annyi, egyszerűen nem, nem tudok már ennyi címet, mert mindegyiknek az a cím, hogy a vikingek valamilyen, ja, vikingek felemelkedése, az vagy az északi szerintem, az, ami gyakorlatilag a, az, az a, első 15 perces film, amit nem kajáltam, és ki nem el. Apokalipszis most történetét dolgozzák át így a, így a vikingek. Jaj, jaj, de maradjunk a, a Valhalla Risingnál, most meggyőzöm a Ö, azt kell tudni, hogy ez, ez, nem egy tömegfilm, itt nincs akció, itt nincs vér, fröcsögés, bár van, de nem az a lényeg, nem arra megy rá, hanem ez egy, ez egy tényleg, hogy Anti mondta, hogy egy naturalista megközelítésű film. Én inkább, hát nem, azt nem mondanám rá, hogy dokumentalista, de, de épp ez az, az, hogy nem az akció van a lényeg, hanem rengeteg minden máson elismerem, hogy nagyon-nagyon vontatott, könnyű akár bealudni is rajta, ezt aláírom, mert én is azért küzdködtem a, 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 az elalvással, mert tényleg nagyon fárasztó és, és, és nehéz Film is akár, de rettentő, rettentő sok az áthallás a viking mitológia és a cselekmény között. Ugyanis ez a félszemű manusz, ez egy az egyben a. a, a hogy hívják az Odinnak a, a, gyakorlatilag a szimbóluma, ö, és elvileg a megtestesülése is, nem hiába tud a gyerek nyelvén is beszélni, meg hasonlók. Ö, engem már a filmnél egy kicsit megindított az a dolog, hogy most akkor vikingeket nézek, vagy keresztényeket, mert az én olvasatomban nem ugyanaz. Legalábbis, hogyha leültem egyszer vikingfilmet nézni, bár voltak keresztény vikingek, de nem akarok keresztény vikingeket nézni. De itt épp ez volt a pontosan a meghasonulás, hogy ők elindultak a Szentföldre, és el is Jutottak a Szentföldre, de nem voltak benne biztos, hogy most hova jutottak. Mert egy érintetlen világra jutottak, amit most spoilerezni fogok. Amerikába az érintetlen, Amerikába jutottak. És én ekkor értettem meg, hogy ez egy kurva jó film, amikor megértettem, mert csak a film végén értettem meg, hogy ezek hova jutottak engem, teljesen beeltetett a film, hogy ezek a pokolba jutottak. Igen, ezek, igen. Mert pontosan ezt, ezt üzenték ők is, hogy ez a pokol. Igaz, ott isznak valami, valami bódító italt, és ott elkezdik szó szerint megdugni egymást, de annyira, annyira. Na, me me igen, és megviselt, és pontosan ezért írom alá a filmnek, hogy egy kurva jó film, mert sikerült megviselni, mert, mert nem kaptam meg azt, amit egyébként egy tömegfilmtől megkapnék, elgondolkodtam rajta, és gondolkodásra késztetett, és és, és a színvilág, én a, a Revenant után tudhattad, vagy láthattad rajtam, hogy én, hogyha nekem az érintetlen Amerikát mutatják a filmvászon, akkor azzal engem már megnyertek, mert imádom ezt a témát, és itt is pontosan ezt sikerült, ez sikerült megcsinálni, és, és meg, megborul az elméjük, és akkor ez lesz majd, a ez lesz majd az új világ, egy szent város, meg minden, eljöttek valamiért, amit nem találtak meg. Vissza akartak menni, de már nem tudtak, mert behatoltak egy, egy indián temetkezési övezetre. És igazából egy tök egyszerű sztoria van, de ezzel a hozzáállással, ezzel a megközelítéssel annyira, annyira fel tudták turbózni az én olvasatomban ezt a filmet, hogy szebbeket már nem is tudok róla mondani. Hát ennél jobban leírni, én se tudnám egyébként. Nekem tetszettek az ilyen apró utalások, azt, a, hát ami, ami nagyon szembeötlő, az, hogy, hogy a, félszemű Odin és a szőkehajú torfia, aki egyébként nem is a fia, hanem, hanem csak hozzácsapódik, és valahol a filmnek a, az első 20 percébe azt hiszem, észreveszi, az, hogy követi a gyerek, mi az Istennek követi a gyerek, és akkor, akkor szólal meg. Ez az egyik. A, másik ilyen nagyobb utalás, ami így, így fura volt nekem, amikor, amik Jeruzsálemnél járnak, és, és Való a vége felé, de még a, ilyen hát az utolsó előtt ilyen act az, hogy hogy ők most a pokolba kerültek, és akkor úgy interpretálják, hogy hell. Na most egy jellel, vagy kettő? Mert nem mindegy. Igen, És a feliratban, a, a Blu-ray-es feliratban, mert volt szerencsém egyébként Blu-ray-en is, azt a jelenetet megnézni egy olyan három-négy hónapban ezelőtt, így valahogy oda kerültem, ott úgy van megcsinálva, hogy le van írva egy hell, egyel és zárójelben még egy el, elbetű, ami így, a ah, ez kurvára tetszik. Én, az a helyzet, hogy, 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 tényleg egy nagyon gondolkodtató film, és így teleszórja neked ilyen olyan dolgokkal, ami, ami, ami mentén így elkezdheted a saját olvasatodba ezt a filmet értékelni, vagy nem, vagy, vagy kapkodhatsz össze-vissza, és akkor nem fogod megtalálni, de, a, de pont az, hogy, hogy így, ez csak elmeséli, hogy ők mennek, cselekszenek, de így nem adja a szádba azt, hogy, 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 hogy pontosan ennek mi a tanulsága, vagy, vagy mi a mögöttes célja, hanem ezt fedez fel magadnak. Nekem tetszett az a rendezésben, hogy, hogy, hogy eléggé zilált, mégis eléggé egyben van ahhoz, hogy lehessen értékelni a filmet. De ennek ellenére nekem néha úgy voltam, hogy így, jó, hát akkor így állítsuk meg 10 percre, kimegyek cigizni, átgondolom, hogy eddig mi az Isten történt, visszajövök. És így ezt meg is csináltam, és így visszajöttem, és így, jó, akkor itt pontosan hol is tartottunk? Sok az információ, sok a behatás, és van, amikor, vannak olyan jelenetek, amikor például verekszik a Metsz hogy így semmi. Csak verekszenek, és így nincsen, nincsen oda, vagy pontosan miért is verekszenek, vagy, vagy miért verik, miért van kikötve. Így, így nem érted, meg csak ebben a szituációban van, és az el van nyújtva. És utána egyébként minden információt megkapsz hozzá, csak o, ott helyben nem, és emiatt az ember adja egyébként úgy van így, így, feldolgozás szempontjával a manapság főleg erre állva, hogy, hogy a jelenet után, hogyha megkapod az előző jelenethez tartozó információ adagot, akkor már így nem fogod tudni nagyon összekombinálni, hiszen kapod az új jelenetet, a, és mellette más információkat, úgyhogy nem az lesz, hogy visszatekered, és még egyszer megnézed az előző 20 percet. Meggyőztünk, Dani? Nem. Ö, De nem hát mondjuk szerintem. azt, hogy egy tízes skálán egyesről indult ez a film, most felugrott mondjuk egy három-négyre. Ennek körül. Mert az az Egyébként így utólag egy egész jó gondolat, hogy ugye ő Odint képviseli, és a, ez a kisfiú egyébként mondhatjuk azt, hogy egy Loki torkeverék, mert hogy nem a saját fia, hanem ugye úgymond befogadja, de szőke haja van. Tehát ez a, ez, ez a szimbolika, ez például nagyon jó. Én rájöttem, hogy szerintem nekem az a problémám ezzel a filmmel, hogy az első 15-20 perc, amikor még úgymond ugye egy rab, egy fogoly, na az, ahogy ő ott verekedett, az a, az a nyers stílus, ahogy a kihasználja a környezetét, szétver mindenkit, akivel szembeállítják, és már ki kell kötni ezt az embert, annyira veszélyes. Tehát ez a hangulat, ez úgy nekem eltűnt a film során, néha előbukkant. Persze értem azt, hogy miért kellett, spoiler, miért kellett a végén úgymond meghalnia, mert fel a, a, a sacrifice, az áldozathozás, de valahogy én úgy voltam vele, hogy, ah, az megnéztem volna, hogy úgy fölveszi a harcot ezekkel a, a benszülöttekkel, de hát nyilván ez Tehát már. Ki ugyan... ne nézte volna meg, de. Javaslom, hogy olvasd el a cikkemet, amit a blogomon közzétettem pár hónappal ezelőtt. Majd küldöm. Viszont a vikingekről tényleg eleget beszéltünk, és nagyon-nagyon megy az idő. Úgyhogy térjünk még át egy mitológiára, aztán majd a másik témánkra is eltérünk. Egy kicsit pár szót érdemel azért a brit mitológia is, amely nem összekeverendő az angol mitológiával, ami nem létezik. A brit mitológia. Brit mitológiához személy szerint egy alakot tudok kötni, ez pedig az Artúr királynak az alakja, és a kerekasztal lovagjai természetesen. Na most azt érdemes tudni, vagy azt érdekes, az egy érdekes tudnivaló, hogy hogy már sokszor mondtam, hogy a Tolkien is megpróbálkozott a, az magának az angol mitológiának a megteremtésére, vagy illetve hát kísérletet tette erre. Mert éppen azért, mert sérelmezte azt, hogy az angoloknak nincs önálló mitológiájuk, mert Artúr király is egy brit mitológia, ami, ami egy összefoglaló ö, szó igazából a brit szigeteken élő emberekre. És ezért akarta megírni a saját angol mitológiáját, ami nem ritka egyébként, hogy ö, irodalmárok vagy, 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 vagy írók, költők leülnek és, és mitológiai művet írogatnak, de nem sikerült megvalósítani ezt, és ebből lett végül már nem, mintha a félkész terméket kaptuk volna, de, de, de talán mégiscsak egyből <hül> született a szilmarilok. Na most ö, Arthur király legendáját nyilvánvalóan marha sokszor földolgozták, rajzfilmben is, meg Connery-vel is, meg Charles is, uh, utóbbi kettő az egy film, de egy, egy adaptációról azt hiszem, muszáj szót értenünk, mert nem mehetünk el mellette szó nélkül, ez pedig a Cleve Owen és Keira Knightley, illetve Mads Bikkelsen főszereplésével, illetve utó, utóbbi mellékszereplésével leforgatott Antoine Foucault film. Na most uh, engedjétek meg, hogy kicsit bemutassam, mert én garantáltan láttam. Azt hiszem, Antti, te is. Igen, igen. Na most Antoine Fukuáról arról azt kell tudni, hogy egy marha jó rendező, kívül, amikor nem. A, <laughs> a kiképzés. A ha azt mondom, hogy kiképzés, akkor ti azt mondjátok, Denzel hogy kb. a világ legjobb filmje. Igen, de, uh, Igen, nem, azért, de, de azok azt többek Denzel között Washington azért túl? kapott Denzel Washington uh, Oscar-díjat, és tényleg bombasztikusan alakít benne, és a film is marha jó. Uh, Egyik egy egy, a... egy, egy, egy és talán egyetlen jó filmje Ethan Hawke-nak. Ö, igen, Ö, és egy ilyen Antoine Foucault néha, néha arra adja a fejét, hogy azt hiszem, hogy a titánok harcát is megrendezze, mert azt hiszem, hogy ő rendezte, de ebben tévedhetek. Viszont egy valamit határozottan ő rendezett, ez pedig a Clive Ovenes Arthur király, vagy Arthur, vagy nem tudom, hogy nevezzük. Na most azt kell tudni a filmről, hogy látszik, hogy nagyon-nagyon igyekeztek, hogy mindent beletettek, hogy ez a film jól sikerüljön. Tehát szép nagy távlatok, nagy, nagy helyszínek, nagy hadseregek megküzdenek benne, de olyan butáska, szerencsétlen koncepció, és nem telt róla. Az itt a koncepció, hogy hoppá, elején írják, voltak akár másatások, nem biztos, hogy ez az Arthur király, ez brit, brit eredetű emberke volt. Lehet, hogy római eredetű. És akkor erre alapozzák a filmet, hogy a film története szerint Artur király és a kedves kerekasztal lovagjai, akik semmi közük egyelőre a kerekasztalhoz, mondjuk kerekasztal mellett ülnek és borozgatnak, de nem lovagok, hanem római, még csak nem is legionáriusok, hanem zsoldosok egy ilyen. És nem, nem, is... nem zsoldosok, hanem foglyok inkább. De fogoly zsoldosok, hát ők harcolnak Rómáért. Ö, annak reményében, hogy. Hát szabadon engedik őket konkrétan hát, év után. Kvázi, igen, igen, de mégiscsak azért Rómaért küzdenek, és azért egy elég elit harcosok, most ebben nem menjünk bele. Mm -hmm. Lényeg az, hogy a brit szigeteken harcolnak, és hát szenzációs harcosok, meg mit tőle, micsoda, ezzel nem is akarok foglalkozni, de ugye jön egy nagy fordulat, hogy <laughs> hogy, hát fel lesznek szabadítva ugyan, de tök felesleges volt ez az egész, mert Róma, vezetése úgy döntött, hogy kivonulnak a brit szigetekről, és az mennyire, mennyire durva már, meg mennyire szomorú, meg ilyesmi és akkor hát ők nem erre vállalkoztak. És ö, ö, olyan érdekes, hogy tök nagy színész nevek vannak benne, még a, 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 Ray Weiss, vagy nem is tudom, lehet, hogy jól mondtam, vagy lehet, hogy nem, de tök mindegy, ilyenek is szerepelnek benne, Metzbikkel, szerintem szóval majdnem minden színész tudsz valahova tenni. Nincs olyan, hogy kiafaszom a faszom ez, hanem, hanem vannak olyan alakok is, akiket, akiket, akiket ú, ez, 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 csak jó filmeket láttam, hát akkor tetszeni fog, de akkor se adja át ez a rohadt film azt, amit, amit vársz tőle. Nem, nem kapod meg azt az élményt tőle. De viszont vannak, vannak ilyen jelentek benne, hogy itt a gonoszok azok a szászok. Igen. És akkor jönnek a szászok, Stellan Skarsgård, a vezetőjük, van annak is neve, csak sosem hangzik el, Til Schweiger a fia, azt az hiszem elhangzik annak a neve, és ö, ö, hogy hívják, de ez annyira jó jelent, hogy jönnek a szászok, akik ilyen mérhetetlenül alávaló hadsereg meg nép, népcsoport, és jönnek, és, Pe pedig és egyébként ők is egy viking törzs. Valami, igen. Ö, ö, igen. E jönnek a szászok, és, és, és éppen feldúlnak egy falut, és az egyik száz katona így marhára meg akar erőszakolni egy falubeli nőszemét, és arra jön a Stellan Skazgárd, és így mitől lerúgja, hogy mi, mit csinálsz, hát ne, ne erőszakod már meg a nőt, hát majd be, besötét a vérvonalunkat, hát be, bepiszkolod a vérünket, hát ne erőszakold meg, és akkor nő meg így mondja, hogy köszönöm, köszönöm, öljétek meg. Ez <laughs> <laughs> az, a az, kurra jött rögtön, meg az, is, amikor a csávó volt, hogy... de a, amit, amit elfoglalsz, az onnantól kezdve a tiéd, és mindent te csinálhatsz vele, és kell, jó, akkor őt is megölni. és csak két vita fél, megvan oda a szituáció. Nekem egyébként tetszett ez a, ez a jelent kurvára. Megvan egy olyan jelent, hogy a, hogy a Clive Owen és a kedves csapata megérkeznek egy faluba, ahova menniük kellett. Tehát ez volt az utolsó megbízás, hogy jól, még menjenek el, igen, és onnan kísérjenek egy, el valakit. És egy öngyilkos misszió a, a szászok miatt valami. Nem figyeltem ennyire a filmet, tehát csak így távolról tekintettem. Jó, csak így de, de Köszönöm, de az ilyenek, ilyenekbe így bele, bele, trafáltam sajnos, hogy, hogy oldal mennek ehhez a helyhez, ott van is valami kolostor, és látnak egy ilyen be, befalazott ö, ö, helyet, ahol tehát látszik egy ajtó, a, ami be van falazva, és akkor, és akkor hát valami nagyon-nagyon zavarja őket. Sőt, még éppen Emiatt... falazzák, de amikor menekítik, ugye, valóban, igen. akkor azt tűnik fel, hogy meg, mindenkinek húznia kéne a be, azt miért falazzák? Ö, igen, igen. És akkor végül lebontják a falat, mert valahogy a Owen megtudta, hogy mi a franc van ott és hát be, becsoszognak, és kiderül, hogy, hogy az ottani papok, azok befalaszták saját magukat a bűnösökkel, a bűnös szászokkal, meg a Keira knightley aki szintén bűnösnek ítéltetett, ö, ö, mert hogy, mert, hogy ez a vezeklés egy bizonyos formája, hogy akkor falazódjunk be, és akkor itt majd jól megtérünk, és akkor a Cleveland így hát szét van robbanva a dütöl, hogy mit csináltok ti, hogy befalasztok, és akkor mondják a papok, akik be voltak falazva, hogy, hogy hát mit csinálsz, hát mi itt bent akarunk maradni, hát mi ezt vállaltuk, és és akkor a Kliwóven kimenekíti őket, mármint, hogy a Kejranájtlit, és kedves társait, és dühében mondja, hogy akkor titeket visszafalazunk, és akkor visszafalazza a papokat, akkor elmennek akkor jönnek a szászok, azok is kifalazzák őket, kihozzák a papokat, a papok elköpik, hogy hát itt volt a Kliwóven, mint római zsoldos, és kifalazott minket, aztán visszafalazott minket, és akkor mit csináljunk velük, Sztalanskászgárd falazátok vissza őket, és akkor tudod, de tü -tü az a zene, hogy ne, érted, de bazdeg, ezek a papok aznap háromszor lettek befalazva, meg kifalazva, akkor miért mondják, hogy ne, érted? És az ilyeneket egyszerűen nem tudom egyszerűen összerakni. Én, én az elején röhögte a kurva jót, hogy, hogy uh, európai, a magyar részen és meg hát a lengyel részen lévő sztyeppék, és akkor a lovasok, meg minden, és mh, hát az ottani kelták, és tudi, számít az ilyen, ilyen egy ilyen, ilyen koherens népre, aki ott van. Tudi, és akkor így ö, oda mennek, és akkor elviszik a fiúkat, akiket ö, kinevelnek, és akkor a róma oldalán fognak harcolni egészen, ameddig elbocsájtást nem nyernek, és akkor így utána szól a, a, az egyik főhősnek a izé, Huga hogy tégy minket büszkévé, vagy faszom, tudja, a vigyázz magadra, Lancelot. Mi? Igen, ki, és Arthur ki a faszom nevezi Lancelotnak gyakorlatilag a barbárt. Ez, Igen, ugye, és Arthur is Arturius. Érted? És így hivatkoznak rá, hogy Arturius. Egyébként ennek utána olvastam, mert a, amikor ezt így másodjára kellett megnéznem, mármint régen láttam, aztán elfelejtettem, és most így ö, megint elő kellett venni, hogy a jó, akkor ezt így akkor nézzük meg, akkor így az első tíz percben így utána vikiztem annak, hogy mi ez a baromság most, akkor hogy volt ez az Artur király, mert tökre nem így van meg. És akkor van egy olyan vélemény, ami szerint a, tényleg, a, hogy Britannia megalapítása Róma után van valamikor Artur király által, de ez csak legenda, meg tényleg ilyen ásatások, meg minden. Jó. És úgy voltam, el, hogy oké, okay, akkor ez így félvalid, ezt így fogadjuk el, de ehhez képest egyébként ilyen bődületes baromságok vannak abban a szerencsétlen filmben. És <laughs> akkor még nem is beszéltünk Merlinről, a, a, ugyebár a, a piktekről, akik ott fönn vannak, a, akik így, simp, ők gyakorlatilag szarászivatták a rómaiakat ott annál a bizonyos vonalnál fönn, Kövezetek meg, de nem tudom, hogy mi a vonalnak a neve. És Hardy fala. Az. Az. Egészen ugyebár addig mentek ki, mert onnantól kezdve a piktek azok gyakorlatilag így cincálták a rómaiakat, mert bevitték őket a susnyásba, és így légiók tűntek így el. És ehhez képest meg így, itt ilyen tök bénák, gyengék, nulla taktika, persze, kiözönlünk majd izé, a film legelején már Arturéknak kiözönlünk, meg minden, is jól megmutatjuk neki, lemészárolják őket, és akkor ez a, hát azért a, valahogy egy kicsit úgy ferdítve van. Hála Istennek ezek után azt tudom mondani, hogy hála Istennek nem láttam ezt a filmet se. Annyira emlékszek csak, hogy a plakáton megnagyobb, megnagyobbították el a nike a melleit. De Víva Akkor lefogadó. kijelenthetjük, hogy ez egy olyan film, ez az Artúr király, ahol a főszereplő, a címben szereplő névnek az életének nem egy olyan részét, és nem úgy mutatják be, ahogy szerettük volna? Így röviden tömören egy igennel vagy egy nemmel. Tehát, hogy ez teljesen meggyalázta ezt az egészet? Hát én nem szerettem annyira az Arthur király témát, hogy számomra meggyalázza ez a film, de hogy nem olyan megvilágításba helyezi, amilyenben úgy számítaná rá, az biztos, mert nem egy római légióst akarsz látni, vagy egy római zsoldost, római kis páncélban, tehát tudsz, tudod, milyen a római páncél, Igen. nem úgy akarod viszont látni Arthur király, de hát ezek szerint már bármi megtörténet lehet, hogy magyar királyfi volt, érted? Az ásatások akár nem zárják ki. Én erre azt mondom, hogy jáin. Ahogy a német szokta ilyenkor igen Igenis, meg hogy, nem hogy, is. Igen, igenis, meg nem is. Nekem úgy furcsa volt, hogy ez a, az Excalibur azt a zapja, az apja sírjából vett kapta elő, és annak nincsen, ez a tóba nem kell úgy bebaszni, és akkor nem jön a tököm, tudja, hogy milyen szellem, és mondja meg neki, hogy ez így nekem na, rettentően fura volt, hogy hogy ennyire mellélőjenek azzal, hogy megint csak ilyen, nem ilyen földön túli módon akarják megfogni az egészet. Meg nekem így csomó minden hiányzott. Ott van Merlin, aki egy vén főnök, aki igazából nem ért vele senki egyet, amikor be akarja vonni az Artúrékat a rómaiak ellen, kihagyták Morganát, vagy Morganát. Nekem például, ami, szerves része, szerintem a, a, a brit mitológiának, amiből egyébként még a nevetséges, hogy a faszomba hívják azt a, azt a filmet, a Nicolas Cage-es, a varázsló ja, tanonc, vale, igen, igen. Azaz, az. a Sorcerer's Apprentice. Na, abba is többet kaptam, mint ebbe az Ártúr királyba. Úgyhogy... Mert akkor a gyors kérdésem az lenne, hogy melyik rosszabb szerintetek, a melegcentrikus Nagy Sándor, vagy a római légiós Artúr király? Artur király. Százszerzelék nagy Artur király. Meg, Nehéz a dolgomat, mert nekem a Nagy Sándor se tetszett. És ha megkérdezné a bármilyen görögöt, akkor, akkor neki se tetszett, mert, mert buzit csináltak az ő, az ő drága Nagy Sándorukból, de hogyha választalom kéne, hát figyelj, annyira nem volt szar ez a, ez a Clive owen -es. nézhető. Ha most beraknám, hogy akkor nézzük, elmenne vele az este, ennénk a popcornt, túl lennénk rajta, röhögnénk, mint a szar, mondjuk a Nagy Sándoron talán nem röhögnénk. Ja. Ö, ennyi. Tehát, de a Nagy Sándor most minek nézek? De az életemben többször nem akarom megnézni, mert nem vagyok kíváncsi, hogy kit hogy basznak segbe. Tehát... Hát magyarul, ha meg röhögni akarunk, akkor inkább nézzük meg a gyaloggalopot szerintem. Ö, igen, az igen. egy nagyon jó film, ami a témában készült, azt aláírom. Kicsit igen. Kicsit de... Kakuk, tojás, de... Lassan zárjuk le ezt a mitológiás témakört. Még egy valamiről szerettünk volna beszélni, az a Héber mitológia, de a műsor előtt végül is egyetértettünk abban, hogy ha Héber mitológiáról beszélünk, akkor egyértelmű, hogy az Ó kell beszélnünk, akinek két meghatározó alakja, Noé és Mózes, gyakorlatilag a, a filmnek, a filmiparnak mióta létezik egyáltalán filmkészítés, azóta az adaptációk egyik alanya, egyik fő alanya, nem hiába még amikor pár perces volt egy, egy mozifilm, tehát nagyjából 15 percről beszéltünk, már uh -huh. akkor is a Mózes történetét dolgozták fel elsőként. Ebből lett egyébként a filmsorozat, amiből lettek végül is a, lett végül is egy nagy játékfilm, és abból lettek a szekvenciák, mert értem szerűen 15 perces filmblokkokból állt össze végül egy történet. Mindegy, ez csak egy érdekesség. Talán térjünk át a második témakörre, mert nagyon elbeszéltük az időt. A másik dolog, amivel foglalkozni szerettünk volna, azok a korhatárbesorolások. Hogy van-e még létjogosultsága, van-e értelme, változott-e ez az évek alatt, az évtizedek alatt, mennyiben köti meg a nézőt, mennyiben köti meg a mozit, mi az álláspontotok a korhatárbesorolásokról? Ö, nyilvánvalóan ö, szerintem nagyjából ketté bonthatjuk ezt a dolgot nézzék gyerekek, ne nézzék gyerekek. De nagyon lesarkítva. És uh, ha jól emlékszek, akkor a Robozsaru egy környékén rakták be a, a, a felnőtt besorolást, mert az már annyira durva volt, nagyon tele volt vérrel, erőszakkal, minden, hogy ott már muszáj volt egy olyan besorolást uh, csinálni az amerikaiaknak, ami már azt mondja, hogy gyerekek, ez nektek nem való. Uh, érdekes módon én szerintem még tíz éves se lehettem, amikor az összes ilyen filmet láttam. Mivel nyilvánvalóan a 80-as évek Leto. termékeiről beszélünk, ezért mire én már 8-10 éves voltam, már bőven kaphatóak voltak Magyarországon, és ezek videókazettán. És itt beszélünk a Predatorról, beszélünk a Terminátor filmekről, beszélünk a RoboCop filmekről, az Alien filmekről, és még szerintem sorolhatnám, és érdekes módon túléltük. Igen, valahogy hogy egy, egyikünk se tart éppen izé, 12 éves kislányokat a pincébe meg, megkötözve. De Legalábbis Nálunk de. nincsen. Nálatok meg nem tudom. De ez az egész besorolás így, így előjáróban, csak hogy én melyik részét fogom képviselni innentől kezdve, szerintem a, a, az emberek kibaszott átszentsége. Azt, hogy ez a jaj, akkor ez most 12 éves, 16 éves, 18 éves, jaj, ugyan már, ugyanúgy meg fogja, és ez pont saját példából tudom, nem, nem, nem magamon, hanem valaki, aki közel áll hozzám, hogy, hogy nagyon nem kéne neki ezek szerint a besorolások szerint néznie ilyen filmeket, ehhez képest én vagyok az egyik, aki persze, nézzük együtt, miért ne? Mert? Úgy se lesz semmi baj, nem, nem ettől lesz tömeggyilkos, nem a filmektől, meg az ilyen videóktól, meg ilyesmi. Való gyerekkorunkban nagyon-nagyon sok erőszakot láttunk. Nem a családban, hanem legalábbis reméljük, hogy egyesek nem a családban, de a filmvászon és a tévén határozottan sokat. Tehát, ha csak azokról a filmekről beszélünk, amiket itt elismételtél. És hát kérdés, hogy erőszakosak lettünk-e? Én tudom magamról, hogy alapvetően nem vagyok erőszakos, bár, bár tudok erőszakosan beszélni, tudok erőszakosan viselkedni, de, de, de bántalmazni legességig fajulni nem nagyon szoktam, nem, nem szokott előfordulni. Tehát felmerül a kérdés, hogy, hogy, hogy voltak-e ránk ezek a véres filmek és véres jelenetek. A tudomány szerint egyébként még mindig nem tisztázott, hogy mitől lesz erőszakos az ember, illetve az a kérdés, hogy, hogy a látott anyag, tehát a film, az erőszakos film, az hatással van-e később az ember viselkedésére, Jelenleg, illetve nem azt mondom, hogy jelenleg, mert nagyjából 8 évvel ezelőtt tanultam, de 8 évvel ezelőtt úgy hallottam, hogy azért van némi ráhatása. Tehát nagyobb tendenciát mutatnak azok az emberek az erőszakra, akik, akik sok erőszakot láttak, persze film szintjén a gyermekkorukban. De szerintem mi jó ellen példái, vagy, ellen példái vagyunk ennek, mert magunkat ismerve nem vagyunk erőszakosak. Igen, um, ugye akkor ezt gyorsan elmondom ö, annak, aki nem tudja, hogy ö, például Amerikában ugye van a PG-13, ami nálunk a 12-es karika, utána van az R, ami nálunk a 16, és ö, ugye az R átsúszhat hard R-be is, vagy m ami ugye már nálunk a 18. És a, az egyik legfontosabb jellemzője egyébként a, a kinti 12-es, illetve 13-as karikának az, hogy mennyi ö, szexualitás van benne, és az a durva, hogy ez, ez kapja talán a legnagyobb hangsúlyt, hogy a meztelenség, a szexualitás, még a vért is jobban elnézik, még a, még a ö, káromkodásokat is jobban elnézik, bár ennek van egy ö, híres képviselője, az F-Bomb, ami azt jelenti, hogy egy fuck lehet például egy filmben, akkor még biztos, hogy átengedik, kettő-háromnál már elgondolkoznak. A lényeg az, ö, hogy... Én, bevonom őszintén, kiskoromban nem igazán kaptam szexuális felvilágosítást. Tehát mondhatjuk azt, hogy akkoriban ezek a filmek, amikor tartalmaztak akár szexuális akár mesztelenkedést, ezek voltak egy alapjai az én tudásomnak. Ö, erőszakot Melyik... se nagyon láttam sehol a környezetemben, sehol máshol, csak ezekben a filmekben láttam erőszakot, és nagyon durva. Tehát ö, emberket szétrancsíroznak, végtagok csonkolása, minden istennyila, és ezekhez képest. Én is egy elég szerény, szerint embernek tartom magamat. Soha nem verekedtem életembe, és, és, engem ez idegesít a legjobban, hogy, hogy amit ugye Dante kolléga is megemlített, hogy ez az álszentség, én, nekem is nagyon ez szúrja a szememet, hogy, hogy azért nem egy, egy hímes tojásról beszélünk, értem én, hogy a gyereked szeretnéd jó útra terelni, de azért kell nagyon sokféle behatást kell tenni, vagy nyújtani a gyerek számára, hogy egy, egy, egy egész ember legyen. Most én utána néztem még a műsor előtt ezeknek a PG-13, ezeknek a besorolásoknak, és jól mondtad azokat, amiket, amiket, amikre kitértél, de egy kicsit pontosítanám, hogy ez külföldön legalábbis, ez Egyesült Államokban egy bevett szokás, és nyilván a magyar korhatár besorolás is igazodott ehhez, Ö, elsősorban van a G besorolás, amit mindenki nézhet nyugodtan. Tehát ez a monetár nélkül. Abszolút lágy, szelít, kedves mese kategória. Ö, a ja, bocsánat, ezek a, ezek a kategóriák ezek a szülőknek szólnak. Ezek nem a mozinak szólnak, és ezek mind ajánlás, kivéve uh -huh. egyet. Ö, van a PG kategória, PG, ez a hat évesek is nézhetik, de a szülő felügyelete és hozzájárlása ajánlott a PG-13, azaz a PG-13, az a ö, 13 évesnél fiatalabbak ö, már gondolják meg, hogy, ö, hogy meg akarják-e nézni, de attól függetlenül tudtommal még megnézhetik. Ö, az R már a 17 évesnél fiatalabbak ö, honnak szól, és azoknak is csak szülői felügyeletet javasol, illetve talán lehet, hogy azt kell mondjam, hogy, hogy szülői felügyeletet is ö, kötelez, de majd erről lesz egy kérdésem. Tudtam, hogy nem engedik be a gyerekeket erre. Na most ezzel kapcsolatban lesz egy kérdésem, csak még ezt, ezt befejezem. És van az NC17, amit a. 17 évnél alatt senki sehogy nem nézhet meg, tehát az akár felnőtt kísérete mellett. Na ezek, ezek azok a filmek, amik már be se kerülnek a mozikba, mert annyira megfolytja őket a nyomás, annyira ellehetetlenítik a, 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 a tüntetések, a, a, az aktív, aktív tiltakozás, az aktivizmus, hogy, hogy, hogy már tényleg inkább kikötnek valamilyen fű alatti útvonalon. Én gyakorlatilag szerintem a mondjad már, az emberi százlábú az egy nagyon jó példája lehet ennek, mert az, azt egyszerűen nincs az a korhatár, aminek ajánlám. Tehát senkinek nem ajánlott, senkinek a, a világon. És még egyszer mondom, ezek a szülőknek üzenet, hogy hogy regulázd meg a gyereked nézési szokásait, filmnézési szokásait, de a szülők meg leszarják. Tehát ahogy a mi szüleink is, bár nem minősítjük a szüleinket, de a mi szüleink is tojtak igazából erre, mert nézed a robotzsarut? Hát mesehős, nyilván. Meg, meg hát az alien én a családommal néztem meg, és én hálás vagyok a családomnak, uh -huh. hogy ezeket én megnézhettem, hogy nem az volt, hogy anya, hagyd nézzen meg a robotzsarut, nem nézheted meg vér van benne. Az a legborzasztóbb dolog lett volna az gyerekkoromban. Jó, talán, hogyha, hogyha erőszakolnak, meg, meg vernek, akkor az durvább lett volna, de, de, de azt nagyon rosszul éltem volna meg, hogyha, hogyha nem engedik, hogy bizonyos filmeket megnézzek. A tíz éves korom környékén nem nagyon nézhettem meg pár évig a Blair Witch projektet, azt nagyon rosszul éltem meg, mert nagyon szerettem volna megnézni, de aztán megnéztem, és végül is egy komplet nyárig nem aludtam. De, 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 de akkor is. Na most, és akkor ezzel kapcsolatban tenném fel a kérdést. Tudtok-e olyan emberről az ismertségi körötökben, vagy akár saját magatokat ismerve, akit nem engedtek be egy filmre? Aki elment, meg akarta venni a jegyet, és a jegyirodában a nőci azt mondta, hogy nem adhatom oda, mert ott a gyerek. Egy gyors gondolat, és utána kitérek erre is. Most gyorsan utána néztem, például Lars von Trier Antikrisztusa NC17-es besorolás. Na, e tudásnak a birtokában azt tudom mondani, hogy azt például én se engedtem volna magamnak, hogy megnézzem, mert az elég durva volt, de egy robot meg simán engedtem volna. Válaszolva a kérdésedre, engem egyébként a hatodik érzékre nem engedtek be moziba az egyik akkori haverom édesanyjával voltunk hárman, úgy, hogy mondjuk lehet, hogy ez kicsit csavart a történeten, hogy elvileg mi külön mentünk volna be arra a filmre, és akkor az anyuka pedig addig plázázott volna, vagy valami. Lehet, hogy ez sokat rátette erre a dologra, de ez volt egy olyan élmény az én életemben, amikor nem engedtek be egy filmre. Én a 97-es Alien 4 miatt nagyon-nagyon aggódtam, hogy bemeltek, mert akkor még csak kilenc éves voltam, de hát akkor a fan voltam, akkor a alien fan, volt, fan, voltam, hogy egyszerűen el sem tudtam volna képzelni, hogy engem nem engednek be, és nem nézhetem meg az Alien négyet. És hát végül is nem akadtunk fel egyáltalán, de hát az is mondjuk egy elég durva, tehát az, amikor kiszívja ott a légnyomása azt a, a hibrid lényt, és az ott üvölt, hogy mennyire szenved, az azért elég, eléggé megviselt kicsiként engem személy szerint. Hát én 11 éves koromig nem nagyon jártam, nem nagyon jártam moziba, a szülőkkel meg főleg nem. A... Én soha nem találkoztam ezzel egyébként én, így, így a gyerekkoromban. Volt, volt, volt ami így, így tabu volt szülők nyilván a pornó, de azt hiszem, az mindenki azt mindenki azt mondhatja, hogy valamennyire olyan keresztény neveltetés kapott, hogy akkor pornót ne nézne a gyerek, vagy inkább ne tudjak róla. De, de, nekem például édesapám így simán fölvette a Pro 7 az Alien egyet, és 9 éves koromban így mondta, hogy ha szeretnéd megnézni, akkor egész nyugodtan ott van, föl van véve. Kazira kiszedtem belőle a az e reklámokat. Úgy, de ez, ez ugyanúgy igaz, a hát akkor a 89-es Batman se annyira durva, úgy mondjuk, de azért Kicsit, kicsit, hogyha megnézzük, akkor abban is több vér van, mint az újfajta Nolanbe, és pont, pont emiatt annak is egy kicsit már más besorolást adnék egyébként. De azt is hozzátenném, hogy igazából ez a um, ezek a robotzsarú uh, Alien, meg a... Meg ezek a filmek egy kicsit azért más vonulatot képeznek, mint mondjuk a Lars von Thier nek a, a, a filmjei, vagy akkor... A, a, az emberi százlábú, vagy csak hozakodjak elő a cenzúrázatlan szerfilmmel, mert, mert ezek, ezek betegesek. Szóval van egy, horror, a... meg stb. Igen, igen szóval oly, oly, van, egy, van, egy, ilyen, 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 nem, igen, realisztikusan beteges vonulata van ennek. Míg egyébként az előzőeknek, azok pedig, az, az úgy kőkemény, olyan valóságos akció, olyan, mint most, most mit tudom hogyha megnézzünk egy Ongbeck filmet, vagy, 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 pedig a, a Raid Red, nem? Raid Redemption. Na, például az. az. Az, az, teljesen más, mert ott, el lehet azt magyarázni szerintem egy gyereknek, egy, egy fiatalabb gyereknek is, hogy hey, hó, hát igen így fog kinézni a drága jó hogyha hogyha főbelőved a apunak a 38-as koltjával. Talán kurvára ne csináld meg. Viszont egy, egy, human, egy human centipédnél mit fogsz elmagyarázni a gyereknek? Hogy vannak ilyen beteg, beteg lelkületű emberek, akik e bármikor el tudnak téged izé, rabolni, meg ilyet. Ezt, ezt, egy szülő sem fogja tudni normálisan kimagyarázni. Ez ezt tökéletesen megértem, hogy ez az a kategória. De ami nem ez a kategória, a többit azt mind megmagyarázhatod a gyereknek. És emiatt én szerintem ez egy full fölösleges csak érdekességként mondom, hogy az Egyesült Államokban az az intézmény, ami a korhatárbesorolásokkal foglalkozik, az az MPAA névre hallgató intézmény, nem tudom, hogy minden a rövidítése, de, de remélem sejteni, hogy, hogy ezt tulajdonképpen a, a cenzúra hivatal, vagy valahogy így, így fogalmazhatjuk meg. Ennek van egy érdekes története, még pedig Hitchcock esetével, mert ugyanis a pszichó nagyon nehezen ment át a rostán. Tehát nagyon nehezen engedélyezték a, a, a pszichónak a, a bemutatását, illetve abban a formában történő bemutatását, ahogy mi láttuk a pszichót. Való igaz, hogy nem is a vérrel, nem is a halállal, de főként inkább a csöcsökkel van a probléma, meg, a, meg az intim, intim testészekkel. Tehát, hogyha ennek a hivatalnak, ennek az intézménynek a, a, a rostáját nézzük, hogy főként ez ez az érzékeny nekik, és és a, a híres, neves pszichós késelős jelet, ahol a, a vonósokra, késelgetik le a szőke zuhanyzó csajszit, az, az, volt a legérzékenyebb pontja, mert az a legjellemzőbb és legerősebb leg jelenet a egyben, de nagyon-nagyon kemény helyzetbe hozták a Hitchcockot, és a Hitchcock két, két, módszert választotta arra, hogy kiátsz ezt az egészet, mert nem volt hajlandó megvágni olyan szempontból, hogy, hogy elvegye pont az élét ennek a jelenetnek. Egyrészt, egyrészt felajánlotta az intézmények a képviselőinek, hogy, hogy legyen ott a forgatáson, hogy vegyen részt benne. Tehát amennyire csak lehetett, névlegesen megpróbálta bevonni, de végül nem éltek vele. Tehát ez is egy olyan dolog volt, hogy, hogy, hogy megelőlegezte gyakorlatilag ezeknek az embereknek a jó indulatát, de végül azok ugye nem jöttek el, ezért nyugodtan le tudta forgatni. Az egyébként amúgy több mint tíz Szerintem 11 beállításból felvett jelenetet. Másrészt pedig ö, újra kellett vágnia. És ö, minek után ennyiszer vágták, tehát ennyi beállításból van megvágva az a jelenet, azt mondta a hivatalnak, hogy újra vágta. Majd ugyanazt a jelenetet megmutatta, és a hivatal bekajálta. Tehát az az intézmény azt mondta, hogy jó, akkor ez így megfelel. Tehát, tehát ez azért vicces, tehát, tehát, Kicsit, tehát az azt mondta, hogy megvágta, de nem vágta meg, de nem tudták megmondani a különbséget, és ez szerintem marha érdekes, vagy marha vicces. De nagyon a... elszomorító, hogy ehhez képest ez a hivatal csinálja a besorolásokat, akik nem látnak gyakorlatilag a szemükkel. Igen. És érdekes még, hogy ami akkor korhatárbesorlás volt, az nem ugyanaz, mint ami ma volt korhatárbesorlás. Ennek egy nagyon-nagyon jó példája a Kerry című film, ami a régi is, meg a mostani is, tehát a régi az ugye a... a most, Rebecca de Mornay, a... Nem. Sissy Spacek? Nem. nem. Nem tudom, tudom ki a, a régi carrie -t, most nem jut el szembe, remélem, hogy valamelyik a kettő közül, de biztos, hogy nem Rebecca de Morné. És... <laughs> ö, ö, most ezen fog kattogni, tök mindegy. Engedd el. Ugye a Stephen King film, amit most ebben se vagyok biztos, de Brian de Palma rendezett, az nagyon-nagyon jelentős film, és ugyanolyan be, korhatár rendelkezik, mint ami a Grace Clay, Chloe Moretz, hogy hívják a, a kikeszes csajt? No, az Chloe, Moretz. Chloe Grace, Grace Moretz. Chloe Moretz. Oké, okay, Chloe Moretz. Tehát annak a, a főszereplésével, meg a, meg a Diane, nem, Julian Moore főszereplésével ö, készült film. Tehát azonos a kettőnek a, a ne húzzuk tovább. És ö, az érdekes, hogy ami, ami a régi Kerryben menzeszvér és csöcsök egész orgiája, ha csak a nyitójelnetet mondom, az az új Kerryben menzeszvér és pont. Tehát nincsenek csöcsök. Tehát ennyiben változott a korhatárbesülés, hogy ami ami régen belefért ebbe a kategóriába, uh -huh. ami nem tudom, hogy a Kerry mi, az az újba már nem fér bele. De egyébként csak megmondom nektek, szerintem az új Kerryre egyetlen egy rohadt szükség volt, hogy a gyerekek megtanulják, be kell kötni azt a kurva övet, hogy a kocsiba ülsz. Ez volt az egyetlen üzenet az új Kerrynek, semmi más haszna nem volt, és szerintem ezért is csinálták. Szerintem, aki látta, az tudja, hogy milyen jelenetről beszélt. Nem, nem, sajnos nem láttam a... Vagy akkor most már szerencsére? nem láttam azt a filmet. Valahogy amikor így mondták, hogy "ó", oh, és rebootot fog kapni, akkor így... nem volt annyira jó, mint amilyennek hmm. számították az emberek. Igen. Szóval az a lényeg, hogy ez az egész besorolás, ez, ez, ez egy hülye dolog, mert például, ha csak nézzük a 12-es, meg vagy kin, akkor legyen, akint itt nézzük 13-as és 17-es kategória, azért négy év alatt sok minden történik egy gyerekkel is, azért ott is, azért a szellemileg is felnőhet egy bizonyos szintre, úgyhogy az a baj, hogy 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 nagyon nagyon rászoktunk a PG-13-re, mindent abba készítenek, és ezt én egy kicsit sajnálom még mindig, de hát mit tudunk tenni? De hát igen, de pontosan miért is készítik ezt, nem a gyerekek meg a szülők védelme miatt? Hát mert akkor a gyerek is, meg a szülő is elmegy biztosan. Itt az eladhatóság. Igen, igen, meg utána az, hogy hát az új robot zsarúból, hát, hát játékot, meg minden, meg, meg, azt mondjuk szerencsére törölték, tudtommal. De de itt van például az Egyiptom Istenél, ami, ami, ami PG-13, és egy csodálatosan szar videójátékot sikerült telefonra. És hogy Bassza, meg a, a korhatár Igen, szóval az kellett egyébként, ami a Deadpoolnál is, hogy ne legyen kibaszott korhatár besorolás. ne, ez a PG-13, mit bármi, csak ne PG-13. Ugyanakkor ö, itt van a, a, az ellenpont, hogy hogy akármit én sem mutatnék meg feltétlenül akárkinek. Tehát azt gondolom, hogy gyakorlatilag az egyik leg, legborzadályosabb jelenségnek tartom a, a mai világban, a mai rettentően információdús és az információ áramlást százszázalékosan lehetővé tevő technológiának és a mai világnak. Az egyik legnagyobb mérgének tartom, hogyha az információ áramlást keretek közé szorítják. Hogyha valaki uh -huh. nem kaphat meg elegendő információt, ezért is nem nézek RTL Klubot, mert ott az ember nem kaphat meg elegendő Vag információt, mert vagy bármilyen kivágnak ilyen. 20 percet a filmből. Igen. És, és pont a legjobb jeleneteket, sőt, pont azokat a jeleneteket, amikért én várom a filmet, meg vár, ülök ott, a adott esetben nem ülök már évek óta RTL Klub vagy bármilyen kereskedelmi csatorná előtt, de, de, de ott mégiscsak, hogyha egyszer leülnék, akkor azt várnám, hogy az a bizonyos helyet jöjjön, és nem jön, mert, mert csonkára vágták, és <laughs> guztustalanul montírozták össze, és ez szar. Ö, és, de ugyanakkor mégiscsak azt érzem, hogy, hogy nem szabadna mindent látnia mindenkinek. Van, kell egy gát. És most itt nem a csöcsökre gondolok, és nem a vérre gondolok. Én is azt gondolom, hogy egy gyerek meg tudja különböztetni a halált meg tudja különböztetni a halált a filmvásznon, a képernyőn, és meg tudja különböztetni a valóságban. Mindenki azt gondolja, hogy a gyerek ezt nem tudja megmondani. Szerintem meg tudja mondani. Szerintem ritka az az eset. Jó, most biztos mindenkinek van olyan élmény, hogy de hát nem, mert én kicsiként elbőgtem magam, amikor egy, egy, levágott fejű embert láttam a tévében, meg De az minden... Volt a normális Igen, kinyilv, és az de... eljutsz arra a pontra, elég hamar, hogy megérted, hogy azok nem halnak meg valójában. Ö, az ember szerintem ahogy cseperedik, meg tudja mondani a különbséget az illúzió és a valóság között. Mármint, hogyha a filmre beszélünk, én egy valamilyen szempontból mindenképpen mégiscsak megkötném az információáramlást, ez pedig az olyan filmek és az olyan filmsorozatok, mint például a Sexes New York. Nagyon-nagyon náci vagyok ebből a szempontból, a Sexes New Yorkot, ha rajtam múlna, 20 évnél aludti, al 20 év alatti lány nem láthatná azért egy normális azért női lelki fejlődése. Mert, mert a generációnkban nagyon-nagyon sok nőt az szociált. Olyan szocializáción estek át, amit a, a Sexist New York és a Carrie Bradshaw eredményeztek gyakorlatilag. Bány keményen a palival, legyen palim, és, és vegyen cipőt, és majd úgy is jön a Mr. Big. Basszam szét magam, basszassam szét magam 40 éves koromig, aztán úgy is jön a Mr. Big, és úgy is, úgy is rendbe jön az élet, és egyébként is nyugodtan bánják egyetlen a férfiakkal. Nem, megint csak azt mondom, hogy a Szex nem láttam százszerzalékosan, pár jelenetet láttam, de el voltam, meg pár epizódot is láttam, de el voltam szörnyedve minden egyes alkalommal, mert azt éreztem, hogy ez szó szerint beleneveli a gyerekekbe azt, a kislányokba uh -huh. azt, hogy, hogy egy ilyen sztármadonnaként, sztárdonnaként meg dívaként éljék a mindennapjaikat, hogy hogy nyugodtan dobált ki az ablakon a, a palidnak a ruháit. Hát a Carrie Bradshaw is azt csinálta, meg nyugodtan csinálja elnetet, meg nyugodtan zárt ki. Jó, ö, az életemben olyan nők is szerepet játszottak, akik, akik nagyon erősen voltak szocializálva ö, ez alapján, de például az ilyeneket kurvára megszabnám, hogy az ilyeneket nem láthatják azok, akik érzékenyek erre. Vagy pedig akik előtt nincsen normális azért, példakép. Mert, mert, mert ugyanúgy, mint az a korhatárbesorolásoknál itt is szerintem az van, hogy ott van a szülő. Most a nevelés az nem csak abból áll, hogy reggel fölkészítem a gyereknek adok kaját STB, elmegy szépen a súlyba, ha, megkérdezem, hogy kész a, leckéd, bedugom az ágyba, ostsók, hanem anyu, az alien, az, az az miért született úgy az Alien, és miért nem robbant ki a melkasából? És akkor az anyuka vakarja a fejét, és nagy valószínűséggel én azt mondanám, hogy, hogy a mi generációnkban ezek az anyukák már el tudnák magyarázni normálisan, mert ugyanezt így végiglátták, és, és rászánnák ezt az időt. És rajta múlna még hozzá teszem, hogy a kereskedelmi csatornánk összes saját termékét kivonnám a forgalomból, és megtagadnám az emberektől. Mert ez a saját kis vélemény, ami szerintem a kereskedelmi csatornának egyetlen egy funkciója van, hogy butítsa az embert, mert uh -huh. a, a buta ember a kezelhető, és nagyon-nagyon jó úton haladunk. Nagyon-nagyon nagyon jó, jó munkát végez a kereskedelmi csatorna, mert ö, már, már évek óta be tudta az ember nyalni a, a, az Uri Gellernek a műsorát, hogy ez tényleg varázslat, és már évek óta be tudja nyalni a, az átlagos néző ezeknek a, ezeknek a külföldről kölcsönzött ö, talentsoknak a, 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 a hazugságait, ami egy az egyben a, a parasztvakítás szimbóluma, és ezeket sem nézetném az emberrel, mert szerintem nem viszi semmire az országot az, hogyha buta, ostoba parasztok euh, élnek benne tehát, és, és a kereskedelmi csatorna nagyon sokat tesz azért, hogy ezek az emberek buták legyenek. Az a baj, hogy egyébként például ezek a taláncsók is, meg az összes ilyen baromság, szerintem azért szar az egész úgy, ahogy van, mert meg van írva az egész. Tehát meg van skriptelve, minden uh -huh. egyes mozzanat ki van találva. Hogyha tényleg spontán lenne, tényleg normális, szakértő, hozzáértő emberek lennének a zsűritagok, tényleg tök jól ki lenne találva, valószínűleg unalmas lenne egy, de de valószínűleg sokkal jobb is lenne. Nézzétek meg, minden zsűribe van egy, egy öltönyös manusz, aki kegyetlen. Bárki az. Bárki lehet az, de az legyen öltönyös manusz, aki kegyetlen, és, és van valami jellegzetessége. Ismerjétek a Little britain az angolkákat. Igen. Ja. Ott van az a fószer, akit nem tudom, hogy hogy hívnak, de, de ő a magas, nem az a kis dundi, kövércsávó, hanem a magas faszi, aki, aki vállaltan biszexuális, de, 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 valamelyik ilyen lófasz talent műsorra csináltak egy ilyen, egy ilyen buzeráns kujont belőle, hogy megnyalja a száját, amikor fiúkák bejönnek, és mondja, hogy mm, lovely boys. Tehát, hogy az egy normális emberből ilyet csinál ez a, ez a paraszt vakítás. Lol. És ez a legrosszabb, hogy az ember meg ezt benyalja, hogy ez, ez nem skriptelt, hanem ez, ez teljesen, teljesen spontán, meg minden, és így jutunk hát el végül meg a ez Budapest. az éjjel nappal Budapest is. Egyébként nem tudom, mennyit néztétek, vagy mennyit láttatok ebből az éjjel nappal Budapestből, azt meg kell hagyni nekik, hogy szép ágatlan egyébként. Tehát ott mennek kamerával az emberek mögött, és ö, ott is, oké, okay, Ak akkor nincsen megrendezve. Elhiszem, hogy nincsen megrendezve minden egyes mondat, de az tuti, hogy... Az Válogatott elég... barmokat szednek össze. Nem is az, egyet. hanem elég komolyan meg vannak írva a cselekmények, és akkor amit közben összemakognak, az az improvizálás körülbelül. Visszatérve egyébként erre a Kerry Bradshaw-s fasságra, amit szexuális New Yorknak hívunk, én azt is egyébként izé, abból a szempontból Egyet értek veled, hogy korhatárosnak mondanám, de azt például én, én kötelezővé tenném szülői felügyelettel, adott esetben a nagymama is legyen ott, de halálkom olyan, mert, mert könnyen félreértelmezhető ma maga a sorozat. Egyébként, amikor én néztem, vo volt egy pár olyan izé rész, mert én néztem is ezt a sorozatot, amikor hülyére röhögtem magamat, mert mert mondjuk én felfogtam, hogy ilyen nincs, ez ez... Annyira ilyen, ilyen női, utópisztikus, jaj, akkor szenvedjünk nagyon, és jaj, de nagyon forgalmas nekünk az élet, meg az egész egy nagy forgatag, egy kurva nagy kaland, amit meg kell élni, és hogyha így tekint rá az ember, akkor ez egy nagyon jó élvezhető sorozat, tényleg karakterdráma van benne, de hogyha ezt egy alapjába veszük, és nincsen hozzá egy kibaszott menü, egy használati útmutató, hogy hogy gyerekek, ez most tényleg erről szól, szóval ha nem bízzuk rá az emberi butaságra ezt a sorozatot, vagy hogyha, hogyha az emberi butaságra ezt a sorozatot, akkor simán lehet olyan, hogy tényleg hülye picsákat nevel ki. A másik oldalon pedig pont a normális nőket és hülye picsa kategóriába besoroló férfiakat. Mert, én, hogy le, van, van, mert ennek az éremnek azért két oldala van. Én nem korhatároz kötném, és nem is rendelném oda a nagymamát, mert szerintem abból nem születik semmi, hogyha egyszer az unoka, az anyuka meg a nagymama leült tévézni. Semmi jó nem születik legalábbis belőle, de, de nem tudom, ez az én kis egyetlen fasiszta elképzelésem, hogy, hogy, hogy én, tehát nekem semmilyen fasiszta, fasisztoid gondolatom nincsen, ez most az, hogy a Aha. Kerry bradshaw azt egy bizonyos korig ne nézze az ember én tökéletesen Amikor meghatározza ezt. azt a viselkedés mintát egy kislány önmagában, hogy hogy kell egy nőnek viselkednie, azat az idő alatt ne nézze, mert nagyon-nagyon manipulatív. Érdekes nekem azért többnyire kimaradt az életemből ez a szexis New York. Nyilvánvalóan engem sem került el teljesen, de engem valószínűleg sokkal jobban irritált a született feleségek, amit én hasonló kategóriába sorolni. A született feleségek, az nekem azt is néztem, és azt hiszem, így, így megy le egyébként lépcsőzetesen az, összes, az összes tekintélyen bármilyen szempontból. De az például nekem ez a kertvárosi gyilkosságok, vagy valami, volt egy ilyen 80-as években, na, ugyanaz csak modern cipőbe, hogy a kertvárosi gyilkosságokat, meg, a, meg a meg ennek az arisztokrata változatát, a, a poáratot is lehet élvezni, meg ennek a, a downtown-i változatát, a kalambót is lehet élvezni, és nehogy azt higgyük, hogy egyébként a színészi játék kurvára különbözik, csak nézzétek meg ezeket, hogy poáró kalambó született feleségek, ugyanaz a színészi színvonal van mindegyiknél, csak más a setting, más a kor, és slightly más a téma, Én, csak, csak ré, részben. <coughs> és a kalambó után se lett minden izé fiú, kibaszott kurva okos. <laughs> Na, ugyebár. Igen, azt hiszem időszerűleg már eljutottunk arra a pontra, hogy célszerű lenne lezárnunk a mai adást. Szerintem ez egy nagyon produktív beszélgetés volt, remélem egyetértetek velem. Igen, Sőt, abban te. is, hogy ideje lezárni. Ö, köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem fogunk tudni jönni ebbe a budai próbaterembe legközelebb is. Majd nem tudom, mondjuk, mondjuk kicsit későbbre tatáljuk az érkezést, vagy, vagy, vagy hasonló, de ez egy jó példa volt arra, hogy hogy, 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 hogy tudunk eljutni ide, meg hogy mennyire nehéz, pláne így közvetlen munka után, mert ahol csak budai Budapesten utca van ott dugó is. Mm. Ö, nem baj, én benne vagyok ebben, hogy, 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 hogy folytassuk itt. Hát nézzük is meg a, a, a végterméket. A kedves kollégáknak köszönjük, hogy segítettek, és én köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Köszönjük a megkérdést. Elsősorban Taninak, másrészt Danténak. akkor nagyjából két hét múlva ugyanitt. Nektek köszönjük, hogy hallgattok minket és továbbiakban is nagyon szép sok jót kívánunk. Sziasztok. Ciao. Sziasztok.